Hello, hello, sziasztok! Köszöntök mindenkit! Majdnem jó. Jó már, srácok, jók vagytok? Igen, Szibar, igen, Haller. Hello, hello! Megszokásból megint rossz ablakot indítottam belsőnek, úgyhogy elég érdekes volt a kezdőkép, hogy megjelentünk, de most már jó minden. Na, akkor még egy érvestel, akkor mind a három nevében sziasztok, köszöntünk mindenkit a szokásos havi talksonkon, amikor is megbeszéljük az adott hónap megjelenését, illetve az előző hónapban játszottakat, és kibeszéljük. És akkor, hogy mindig itt van velem Szivar és Haller ebben a szólóban, amit kibéletünk magunknak a továbbiakban. Sziasztok, szép estét mindenkinek. Igen, igen, igen. Most már én is vagyok én, azért egy kis szünet nekem volt, de most már megérkeztem. Újra itt köztünk a körünkben, megújult környezetben. És azt kell mondjam, hogy ez a február, ez izgalmasabb hónapnak ígérkezik, mint a január volt. Ugye azt szokták mondani, hogy január az uborka szezon a videójátékos dolgokban, a szférában, ugye a nyarat is beleértve. De hát ez most egy különösen szikkadt január volt. Szerintem mennyire beszéltünk három játékról az előző hónapban? Ugye volt a Prince of Persia, gyorsan itt puskázok, volt a Prince of Persia, amiről beszéltünk, illetve a Last of Us, és említésképpen a Tekken 8-at mondtuk még, és nem beszéltünk két olyan játékról, ami mérföldkő volt ebben a hónapban, a Palworld, illetve az Enshrouded, de gondolom ezekről majd fogtok beszélni a talksonnak a második felében, ugye? Így van, így van. Így van. De ez érdekes egyébként, tehát ez egy olyan játék volt, amik úgy nem voltak úgy annyira beharangozva, vagy nem. Én például megmondom őszintén, a Palworldről nem is hallottam, még amikor megjelent. Hát így van, én se. Ugye? Tehát, valahogy elkerült minket a hír. Igen, igen, teljesen. Én nem mondom, hogy nem volt róla semmi hír, de hogy én semmit nem hallottam róla, azt tudni biztos. Egyszer csak ott volt, hát ez meg mi ez? Tehát így. Ő alapjött. Az biztos. Az első, meg viszont fönn volt már a wishlistámon nekem például, csak az lepett meg, hogy hirtelen, hogy most jelent meg. Tehát nem voltam rá felkészülve, valahogy most fog jönni, hát jött, és már kijött, na csak. A Steam értesített, hogy hello. De ugye igen. Ez még mindig Early Access-ben lévő játék. Igen, igen. Igen. Mind a kettő, ugye? Lesz ilyen a listánkon, a februári listánkon, 6 játékot hoztunk nektek videóval szokás szerint, amit megnézzünk, illetve kibeszélünk, és nyugodtan így is írjátok le a saját gondolatokat, kommenteket, mindent, legyen ez megint interaktív. Készültek, srácok, az első videóra? És melyik az első? Hát az első legyen akkor a Suicide Squad, szerintem ugye arról igazából az a játék, ami most jelent meg, talán pontosan ma, úgyhogy a legaktuálisabb, a többi az majd csak érkezik. Jó, szólj, ha indítsuk. Várjál még nekem egy pillanatot kérek szépen, mert megmondom őszintén, letöltöttem a fűtök, hogy nem tudom, hogy hova. Meg lesz, és akkor melyiket mondtad? A Suicide Squad. Ottan van, de miért ezek a másik monitor áthúznám ide magam elé? Ennyivel jobb volna. Oké. Okay. We trusted you. Let you live among us. Now your friends are slaughtering the people they swore to protect. A Collabcam-mel működik ez a talksong, és a Streamlabs-nek a szervere valahogy leállt egy pár percre, pont amikor el akartuk kezdeni, és egyik kamera kép sem töltött be itt nekünk, úgyhogy meg kellett várni, amíg a Streamlabs szerverei helyreállnak, és visszakapjuk a kameraképet, úgyhogy ez volt az a kis csúszás. Hát én meg ugye kapásból ugye azzal kezdtem, hogy szépen beállítottam OBS-en mindent, faszáló stúdiót, mert én még ebben nem ültem ebben a stúdióban, mindent beállítok, és akkor ugye amikor Flatpak küldi el a Collabcam-et, ugye Streamlabs-en, én meg OBS-en állítottam be mindent. Ez az! Kezd előről az egészet. 3-4-8-kor. Ügyes faszom. Show must go on, szóval... Ja, és akkor azt hozzáteszem, hogy 10 percen keresztül a saját kameraképen nem láttam. Ami annyira nem zavart, az, hogy nem látom magam, csak hogy ugye, hogy nem volt kamerakép. Akármit nyomkodtam, hát mondom, bazzeg, ez nem létezik, hát ilyen. Na most készen állsz? Elméletileg igen. Jó, akkor nézzük a Suicide Squad, Kill the Justice League kev csináló trailerét, és akkor utána pedig beszélgetünk róla egy pár szót. Hát... Igen.
bele egy gyűjtsön. Now your friends are slaughtering the people they swore to protect. Batman, Green Lantern, The Flash, Superman. My Justice League will burn this earth down for me. Flash, how do I stop this? You have to kill us, Diana. We have to die to save the world. We can work with that. Hogy nekem úgy látom, hogy van, de hogy a videónak is van, de én ezt tudom. Hát ilyen 2024. Meg? Látjuk itt? Én nekem közben. No. Nálam véget ért a videó. Nálam igen, is. De neked is véget ért, hát hogyha te sem vagy, úgy mondom neked. Gyorsan, akkor mondok róla pár érdekességet, amit így meg lehetett találni neten ugye korábban is. Ez PS5-re, Xbox-ra, mind a két szériára, illetve PC-re is jön, vagy hát jött, ugye ez ma jelent meg. A preorderesek már talán két nappal hamarabb is kipróbálhatták. És az a Rocksteady Studios csinálta, aki az összes Batman Arkham szériát ugye lehet is látni a világból, meg a motorból, hogy az külön úgy néz ki, mint a Batman-es játékok. És ugye a sztorira azt lehet tudni, hogy Brainiac, aki számomra egy teljesen ismeretlen DC antihős, eddig ismeretlen volt, agymosta a Justice League tagjait, ugye Superman, Batman, Flash, meg mindenkit, és a négy antihős közül, aki itt a játékban Harley Quinn, Deadshot, King Shark és Captain Boomerang közülök lehet választani egy karaktert, és velük legyőzni a Justice League-et, az agymosott Justice League-et, és ezáltal megmenteni a földet, a bolygót. Úgyhogy ez a története. Szabadon bejárható a város, Metropolis, ugye, ahol a történet játszódik, és a karakterenként négy karakter van, a karakterenként eltérő játékstílus lehet kipróbálni, illetve van benne négy fős kooperációs mód. Mik a vélemények, az első benyomások nektek? Hát én... Egyetlen DC-t szerettek jobban, vagy Marvelt? Hát a kettő közül lehet választani, akkor inkább Marvel, de mondjuk a Batman meg az meg csak Batman. Tehát, hogy így azért választani a kettő között, talán népszerűbbek a Marvel filmek, vagy nem is tudom, hogy mondjam, lehet, vagy ezért. Na most nálam elküldi megint. Nálam meg mind a ketten eltüntetek megint. Jó, hát a különbség a kollektív mindig nem a legjobb. A szokásos. Jó, Schaller már visszajött. De nekem az előbb flashback tűnt el, tehát... Igen. Mindig show on stream, tehát vissza kell kapcsolgatni, ugye? Igen, ez a kóla... És igen, ez még itt egy... Ez hogy mindig béta, ez mondani is, mindig, ez még egy béta. Egyelőre nincs jobb, az a baj. Igen, na szóval úgy mondom, hogy most megtetszik jobban, nem tudnék így a kettő közül választani, hogyha választanom kéne. De mondom azért, mert szerintem... Nem tudom, a Marvel, lehet, hogy csak ez felém, vagy felénk, vagy én nem is tudom, hogy mondjam ezt, hogy a Marveleket jobban ismeri az ember. Gyerekkorom óta is, szerintem azok úgy népszerűbbek voltak. Oké, most mondjuk Batman meg Superman-re számítsuk oda, mert azt mindenki ismeri. Pontosan pedig, igen, hogyha választani kéne a két legismertebbet, akkor az Batman és Superman, ugye, nem mondjuk Deadpool vagy Rozsomák. Amikor Rozsomák, ő Marvel, nem? Olvas, hogy gyerekkorában kimihez jutott. Hát igen. Hát a Batman meg Superman képregénye az úgymond kötelező volt, ugye. Meg a Pókember. Meg a Pókember. Ugye ez talán ez a három volt, ugye, ami nagyon menő volt.
Hát nekem meg nincs ilyen, tehát én nem választok, egyik szupererős és én sem vagyok oda. Megnézem a filmeket, de most már úgy vagyok fel, hogy a szuperhősös filmekben a látvány igen kell, de ha nem jó a sztori, akkor igazából nem érdekel. Ha nem tudnak hozzá egy jó sztorit csinálni, egy jó forgatókönyvet, akkor... Hát és igen, és azt... Tudom, mindegy, hogy DC vagy Marvel. Azt mutatja itt a tapasztalat szerintem legalábbis, hogy elég szarok lettek az új filmek, tehát például mondjuk DC fronton ez a kék bogár, vagy mi az, hát inkább szerintem hagyjuk. Azt én ki is hagytam abszolút, én a Flash-es filmet láttam, de... Én nekem az sem jött be a Flash sem, igazán. De ez a kék bogár, ez... Ezt nem tudom, egyszer megnéztem, de csak azért, mert hogy az HBO-n fent volt, de amúgy, hogy én ezt moziba vagy valahol is megnéztem volna, az kizárt dolog, ugye megjött és kész. Na és magával a Batman játékokkal játszottatok korábban? Az viszont egy nagyon keveset, minimálisat. Minimálisat. Nem olyan sokat. Pedig nem volt egy rossz játék. Én egyáltalán nem. Én az Arkham Asylum-t azt volt 2-3-szor végigvittem. Ugye, az volt az első? Meg volt az első? Benne, igen, az első, amikor Poison Ivy volt benne. Na, azzal játszottam én is, talán egy ellenség. Pár óra hosszat, de nem sokat. Igen. Azt én kétszer végigvittem, a második volt talán az Arkham City, azt egyszer, csak hogy a történetet ugye lássam, mi a végkimenetel, és az Arkham Knight, az volt talán a trilógia harmadik része, azt meg már nem. Azt már nem, aha. Ott az valahogy már nekem ellaposodott. Úgyhogy remélem, hogy ugye ugyanaz a Rocksteady csinálja, aki azokat, remélem, hogy ez a játék nem fullad az első 4 órában nullalomba. Nézegettem streamereket tegnap meg ma, és ugye streamelték páram. Érdekesnek tűnik. Nem mondom azt, hogy az év játéka lesz, sőt, biztos, hogy nem. De lehet, hogy egy-két érdekes órát azt el lehetne vele tölteni. Ha esetleg később bekerül PS exkluzív, vagy ebbe a store-ba, vagy az Xbox store-ba, akkor lehet, hogy megnézem, de szerintem megvenni onnan fogom. Ja, hát az biztos, hogy így van, hogyha Game Pass-ba bekerül, vagy valami, akkor tuti. De mondjuk az érdekes dolog, hogy ugye be lehet járni a város már az első perctől kezdve szabadon, nincsen lekötés, nincsen töltőképernyő meg semmi, ez mondjuk izgalmas. És hogy akkor nem csak a Marvel-es New Yorkot, vagy akármelyik helyszínt állt bejárni, hanem ugye már magát Metropolis-t is. Aha. Ez érdekes. Hát ez lehet, hogy nem egy rossz dolog, de hát, aki szereti, az, vagy nem tudom. Ugye az, hogy 4 fős kooperatív, azt lehet egy kis sót-borsot vihet az egésznek a sztoriába, hogy összedolgozva. De volt egyébként Marvel-esbe is ilyen, nem? Valami. Az Avengers, igen. Mi volt? Azaz, tényleg, igen. Talán most már valamit foltoztak rajta, de amikor kijött, az valami horribilisan sikerült. Még nekem a Galaxis őrzői játék sem tetszett, megmondom őszintén. Maga a film az nagyon, de nekem a játék nem. Ugye az volt Game Passon is egy darabig, nem tudom, van-e még, valami sincs, de azt tudom, hogy volt a Game Pass keretein belül, én azon kipróbáltam. Nem. Levették már, különben kipróbáltam volna ott, de most ugye adták az Epic-en nemrég decemberben, úgyhogy... Ja, tényleg igaz. Na, jó, hát akkor ugye ennyi volt a Suicide Squad, Kill the Justice League. Menjünk akkor a következőre, legyen akkor ez a Helldivers 2. És be kell valljam, hogy én erről a játékot tudok a legkevesebbet mondani, még úgy is, hogy utána néztem, hogy mégis mi ez, de... Abszolút nem hallottam erről a franchise-ról. De ez valami PSS, nem? Vagy ez mindenre jött? Lövöldözős, igen, ez majd a videó... De nem úgy, hogy a PlayStation-ös, tehát ez mintha a PS exkluzív lenne, nem? Vagy hülyeséget beszélek? Fog érkezni. Van egy ilyen Super Starship Citizen, vagy mi a tököm Edition, az biztos, hogy PC-re is kijön. Aha. Tehát egyszerre PS és PC. Aha. Na mindegy, közben a videót szerintem indítsuk el. Akkor... Igen, akkor ugye a Helldivers 2-ről fog a videó elindulni. Ha készen álltok, srácok. Okay, mehet. Jó, akkor 3, indítsuk 2, 1, el. Most. Na, én így közben lemutolom magam a Discordon, és akkor nem pofázok bele a többieknek a streamjébe elméletileg. Remélem gyakorlatilag is így van. Nem tudom, hogy ti ezt a játékot ismeritek-e, vagy van-e közöttetek valaki, aki ismeri. Én megmondom őszintén, hogy én ezt nem ismerem. Én nem játszottam ennek az első részével, sőt nem is igazán hallottam róla. Úgyhogy nem tudom, hogy legém ez. Úgyhogy majd kiderül. Hangot kicsit is feljött viszont a videó magját.
ennyi az annyi. Helldivers 2. Szóval PS5-re és PC-re érkezik február 8-án. És ennek is egy kicsit utána néztem, ugye mondom, erről tudtam a legkevesebbet a játékról. És azt mondja, hogy ez egy kicsit ilyen Starship Troopersnek érződik személyem, nekem elsőre. És ez egy csapat alapú third person shooter játék, tehát nagyon-nagyon nagy kulcsfontosságú hang van a csapatmunkán a játékban. Egy intergalaktikus harcban kell a bolygónkat megvédenünk az idegen fenyegetéstől. Az egész galaxisban élőket pucolni. Egyenként igen véres és trancsírozós tud lenni. Volt egy másik videó, gondolkodtam, hogy azt tegyem ebbe, azt linkelj be, vagy pedig ezt. Ott rendesen szakadtak le a végtagok a karakterekről. De mondom, lehet, hogy inkább ezt kéne játszani. És itt is van négy fős kooperációs volt. Egyébként, szevasz Nyitmag, hello, hello, szia, pálinkásat. Egyébként volt egy ilyen, nem jut eszembe a neve egyébként, aki annyira gyorsan ki akartam mondani, ez Square Enix-es játék. Mi volt annak, ha nem tudja valamelyikőtök? Az is ilyen TPS volt, a Game Passon. Hát bakker. Mer Enix? Square Enix-es game volt. Aki a Final Fantasy-t is meg ezeket csinál, az volt a Square. És akkor... Gears of War? Nem, egy másik volt, de... Most megölni, csak tudnám. Pedig még azt hiszem Game Passon is volt talán, vagy valami ilyesmi, de most nem tudom. Hasonló stílusú, mint ez? Igen, egy az egyben ilyen TPS, lehetett fejlődgetni. Játszottak is vele, ott azt hiszem ott is ilyen 4-5-6-8 fős kooperatív volt. Ez a bazzik nem jut eszembe. Na mindegy. Azt sem mondom, hogy rákeresek, hogy gyorsan ki akartam mondani egyébként, de nem tudom, nekem arra hajoz egy picikét, meg talán Gears of War is van benne, de inkább erre a másik gémre. Most ha az utóbbi időben megjelenő játékokat nézzük, ugye, amikkel akár mi is jártunk meg, majd beszélünk is majd róla, vagy amivel már volt róla szó, ugye a Mória meg társai, hogy egyre többször nyilvánvalónak látszik így már ránézés a játékra, vagy például, hogy amit streameltél fettek a New Circle, hogy látszik a játékon, hogy sok másik játékból úgymond lopták össze, hogy minden is egy kicsit, onnan is egy kicsit, amondan egy kicsit, és mégis ez nem biztos, hogy rossz, mert hogyha jó dolgokat rakják össze, és ezt jól is tudják megoldani, akkor a lehet egy szuperjáték jön ki. Valószínű, hogy ebben is erről van szó, hogy azért látszik, hogy ez is kicsit olyan, kicsit ilyen, kicsit nem olyan. Mondjuk én nem ismerem az első részét se, tehát nem tudom, hogy az ugyanilyen lehetett, de vajon nem. Ezt abszolút nem. Elkerült a figyelmet. Azért kérdeztem, hogy nem biztos négy fősen, mert én úgy értem, hogy három fős. Hát itt a videóban is, hogy négy karakterát egymás mellett, azt nem tudom, hogy egyeznek-e a karakterosztályok, vagy van-e különbség, vagy mindegyik ugyanazt, ugye nem tudom. Hát ez jó kérdés. Nem is nagyon találtam ezekről gameplay videót sem, hogyha hagyjon, akkor az ugye vízjeles volt, azt már nem akartam ide belerakni. Szerintem ez egy kaptafára menő lövölde lesz azokkal, amik ugye ebben a zsánerben már kijöttek, például a Killing Floor, vagy nem is a Killing Floor volt, hanem a... Red Faction-nek a gerilla része volt, talán volt ilyen? Hát ugye az egész Red Faction, bár nem tudom. Most a gerilla, hogy az... De az is ilyen TPS volt, az tény is való, ugye? Meg most jött ki ez a nemrég ez a csapat alapú szintén lövöldözés, ez fönn van az Xboxon ez is. Egy hónapja. Második számodott része. Most meg nekem nem teszem be az a tölösség. De mindegy, szerintem arra hajaz. Ez a játék is. Meglátjuk, hogy milyen lesz a visszhang 8-a után, mennyire lesz sok játékos bázis, aki ugye játszik ezzel. Aztán meglátjuk. Szerintem ez se lesz olyan, amit én megvásárolok. Hát a részemről sem. Egy kis rövid videót én néztem róla, ahol az egyik fejlesztő mesélte a sztoriról. Hát gyakorlatilag igen, egy kicsit olyan Starship Troopers-es, de kiemelt, hogy ez egy külön másik faj most, ami ellen most Azaz itt majd, hogy nem droidszerű. Outriders, én arra gondoltam. Bocsánat, hogy közben vágok csak. Azt passzolom. Outriders, azaz, tényleg az volt. Köszi a segítséget, tényleg. Illetőleg, ami érdekesnek tűnik inkább, és úgy megragad bennem ez a játék kapcsolatban, hogy kétfajta feladat lesz. Egyrészt lesz egy personalizált, egy személyre szabott feladat, és lesz egy globális feladat, egy nagy. Ami úgy fog működni, állítólag,
hogy a személyre szabott feladatot azt a te kis csapatoddal, vagy egyedül, vagy a kis csapatoddal tudod megcsinálni, és azok ilyen gyors, relatíve gyorsan teljesítettő feladatok lesznek, ilyen a küldetések. A globális cél az meg úgy fog működni, hogy az egész community-nek lesz kiadva, hogy a galaxis, mint amely ezt a bolygót el kell foglalni, és azt nyilván egy háromfős csapattal nem fogod megcsinálni, de az összes játékos, aki külön-külön játsz a csapatokba, ezeknek az eredményeit fogja összeadni, és úgy fog a progress előre haladni. Tehát ez egy kicsit ilyen összetettebb dolog, ez így érdekesnek hangzik, kíváncsi leszek rá, hogy ez hogy fog működni. Egy ránézésre nem tűnik rossznak a játék, elég szépnek is tűnik az, hogy játékmenet milyen az. A grafika az rendben van, igen. Hát jó, igen. Nem tűnik rossznak, én lehet adok neki majd az esélyt. Hát én úgy, ahogy a Slottek is mondja, hogy csak Game Pass-be bekerül vagy valami, akkor azt mondom, hogy talán, de hát a pénzt nem adok. Lesz majd itt a listában olyan, amire majd adhatunk ki pénzt, ez nem az, nem az a játék. Na, akkor menjünk is tehát a harmadikra. Ez a Tomb Raider Remastered névre hallgat. És szia, Anders! Beszélünk majd elős a videó után. Megvagytok, srácok, vele? Hát, számolhatok? 3, 2, 1, most. Na, akkor igen, nézzük. Na, ez egy igen szép Valentin nap lesz. Tomb Raiderrel. Ugye ez a játék, ez a felültetett verzió is jön PlayStationre, Xboxra, Switchre és PC-re. És tulajdonképpen a 90-es évek óta kellett várnunk egy olyan Tomb Raider remasteredre, ami nem az új trilógiát boncolgatja, ugye, hanem a régiekhez nyúlik. Tehát több mint 20 évet kellett várnunk erre. Igen, ugye 96-as az első rész. Hát én nekem ugye ez az a game, amit én úgymond tényleg nagyon várok, én ezt egy picit úgy ki is emelném. A többi közül. Én nagyon, mondjuk úgy, hogy szerettem a Tomb Raider-t, mert ugye végig játszottam ugye az első, hát az első három részt a 100%. Már a negyedikben azért nem vagyok teljesen biztos, hogy az megvolt. De én még ezt ugye PlayStation, tehát nekem ez még ugye akkor a konzolos időszakom volt. És én külön örülök ennek, hogy ez kapott egy ilyen felújított verziót, és annak meg még jobban örülök, hogy ahogy én utána olvastam, nem piszkáltak úgy bele, hogy meghagyták azt a 18 évvel ezelőtti pontosan játékmenetet, meg mindent, ami akkor volt, és egy pár új dolgot tettek ugye hozzá. Ugye az első az, ha jól emlékszem, az lesz, hogy játszhatsz a régi irányítással, illetve ami már a későbbi részekben van, az már talán szerintem felhasználó barát volt. Bár, amikor 96-ban megjelent a Tomb Raider, akkor nem volt választásod, azzal játszották kész, akkor az is jó volt. Természetesen utána a későbbi részeknek már ugye talán a Legend vagy a Anniversary Edition, nem is tudom honnan jött be egy másfajta irányítás, csak kettő közül lehet választani. Illetve, ha jól emlékszem, most már ugye 3D-sek lesznek a felvertő lőszerek, gyógyszerek, fegyverek, meg ilyenek, illetve a bosszok kaptak HT-sígyukot, mert eddig az nem volt a régiben, az csak lőtted, egyszer eldőtt, oké, győztünk. Tehát most már fogod ezeket is látni, és ugye úgy lesz a grafika is, hogy egy gombnyomással tudsz váltani, mint például, nem is tudom, Command & Conquer-nél is, ugye megnyomtad a space-t, vagy valamit, akkor visszaadta a régi grafikát, vagy a Hero-nál is így volt ugye a felújított. Én ezeknek örülök, de mondom, annak nagyon örülök, hogy nem piszkáltok bele, nem lett az, hogy most tegyünk bele új játékmenetet, meg már most új mozgást. Igen, tehát megmaradt ugyanaz a mozgáskultúra, ami volt akkor Larának, csak ugye szebben fog kinézni. Úgyhogy ennek én mindenképp örülök, ez biztos, hogy meg fogom venni. 100%. Sőt, ugye ez mikor is jön pontosan?
Ez Valentin napra. Valentin tényleg igaz. Igaz. Valentin napra meglepheted magad vele. Úgyhogy igen. Hát mondjuk az lehet, hogy még egy előre nem fog most összejönni, a második, a harmadik, a negyedik, hát lehet, hogy csak hétfő lesz abból valami, de ezt mindenképp ezt. Hát azt nem mondom, hogy végig játsszuk, mert úgy az emlékeim erről vannak azért úgy rosszak is. Tehát ugye a PlayStation, ott azért... Hozzátartozik az egészhez, már akkor egy kicsit hagymeséjek óra, utána kusba leszek. hogy akkor nekem még nem volt PlayStation, hanem ugye Super Nintendo volt. És ugye voltak ilyen, hát itt felénk egy PlayStation kölcsönzött, biztos máshol is volt ilyen, bementi, mit tudom én, 100 pont volt egy óra, leülti a gép elé, kivasztott a játékot, és egy órán keresztül játszottak, ugye nem szólt hozzá. Na, ugye ez így történt, elmentem ebbe a PlayStation kölcsönzőbe, egy rohadt jó csaj volt, aki ezt az egészet ott csinálta, már ez is egy jó szempont volt. És úgy összeismerkedtünk, hát sajnos nem úgy, ahogy jó lett volna, de... Úgy jóba lettünk, és ő hatalmas Tomb Raider fan volt. És akkor volt, mikor úgy volt, ha szabad gép, akkor ő mindig leült, ugye játszott, és akkor sokszor volt, hogy őt is fejlegesített, és akkor én kezdtem el vele játszani. Úgyhogy úgy szinte minden Tomb Raider részt úgymond idézesen ki kellett vinnem, de nem volt ez úgymond annyira rossz dolog, mert nagyon tetszett, de néha tényleg olyan volt, hogy úgy főcsőz basztam volna azt a tetőkontrollert, meg a játékot is széttörtem volna, mert vannak ilyen részek benne. Borzasztó. Tehát a mai Tomb Raider a 2013-as sehol nincs szerintem nehézségileg ehhez. Az új végigjátszások ezeket az emlékeket eltörlik, és igen. És a friss bosszúságok jönnek elő. Bocsánat, csak közben vezetékessé kellett tennem a felhagatót, mert lemerjük már megint. Itt vagyok közben. Tomb Raiderhez én annyit nem tudok sokat hozzászólni, mert annak idén nem játszottam egyikkel se. Érdekességképpen egy olyat olvastam, nem is a legutolsó Tomb Raider részről, hanem egy még korábbiról, hogy a régihez képest, amit ugye most remastereltek, hogy az újabb részben a Larának csak a feneke több poligomból áll, mint régen az egész karakter. Hát igen. Most ennél a remastereknél már lehet, hogy ez talán nem így lesz. Hát jó, valószínűleg más domborulatok is hasonló sorsa jutottak. Ha meg, amit Szivar mesélted, hogy rossz emlékek is, hogy régen elég volt Age is azért ebben a játékban. Majd ha jutunk oda a retro szériába, akkor elő fogom szedni, de talán már egyszer szóba is hoztam, hogy ugye Souls-like-nak hívják ezeket a marha nehéz játékokat, amit annó belengedtem, hogy játszok, aztán nem lett bőle semmi, mert a co-partnerem, aki mondta, hogy majd toljuk, az visszamondta az egészet, úgyhogy most csúszik az egész. Na mindegy, nem is az a lényeg, hanem hogy Souls-like-nak hívják, mert a Dark Souls-nak az első része lett népszerű. De előtte volt ugye a Blade of Darkness, ami talán a legelső ilyen játék volt, csak az nem lett a népszerű, egy kis stúdió, egy kis spanyol stúdió csinálta. Na, abba voltak ilyen nehéz részek, hogy ott egér tört, meg billentyű tört, meg mit tudom én, mert hogy a rohadt életben két napig küzdöttünk egy rohadt boss, amire rájöttünk a titkára, és mikor kiderült a titka, hogy kell megölni, akkor már tök egyszerű volt. Na de addig? Igen. Repültek az egér alkatrészek az asztalról, hogy visszapattantak, szóval volt igen, mondjuk ugye a Tomb Raider úgy mondta, hát ahogy mondtad, az élmény ugye hasonló, csak ugye itt azért nem a bosszok voltak a nehezek, de most nem mondom, hogy a T-Rex azért nem ültem el a jó anyjába, de itt inkább ez a mászka, tehát nem volt annyira nyilvánvaló, hogy hová kell ruglani. Tehát most úgymond az új részekben, oké, ott sem mindenhol van így, de ott meg szerintem sokkal akcióorientáltabb lettek az új Tomb Raiderek. Ami nem mondom, hogy rossz, de közel sincs, tehát közel sem az a Tomb Raider már ez a Tomb Raider, mint a régi volt. Tetszik, tehát a 2016-ban szerintem kurva jó lett. Én nekem, tehát mind grafikailag, mind úgy még a sztori is jó volt, a helyszínek tök jók voltak, meg azért volt benne egy-két ilyen ugrálós rész is, de tehát az első részben tényleg nézted, hogy most odaarra a szikra párkányra el tudok ugrani? El tudok. Ugrattál, nem kaptad el. Paf, leestél 600 kilométert, újabb fél óra gyaroglás, úgyhogy közben már három ilyen rész volt, hogy vagy elkaptad, vagy nem, hát az kriminális. Meg hát ugye, PlayStation nem úgy volt, hogy ott mentettél, ha akartál. Ahol elérte a mentési pontot, ott meghaltad, akkor kezdted előről. Ha szoptál egy órát, akkor így jártál. És hát ez... De ennek ellenére mégis rohadt jó volt. Tehát az első kettő az abszolút, az harmadik sem volt rossz, az első kettő az...
és milyen nagy franchise-en nőtte ki magát, ugye? Igen. Csak egy pillanat erejéig beszéljünk egy picit a filmekről és a Tomb Raider filmekről. Ki a kedvenc színészetek? Angelina Jolie vagy Alicia Vikander? Nekem a második. Nekem sokkal jobban bejött. Maga a film is jobban tetszett. Nekem ez a Jolie is... És sose voltam Angelina Jolie fan. Jó, még azt ugye hozzá kell tenni, hogy a két film között van kb. 10 év különbség, tehát igen, a technika is kicsit különbözik, de nekem is igen, a Vikander is egy kicsit dárkosabb lett, mint ugye a Jolie is. Hát a Jolie is meg inkább a régebbi Tomb Raider hangulatot próbálta visszahozni, és viszont abba szerintem jobb. Hát nem Jolie tudom, nekem... A régi Tomb Raiderhez, lehet, hogy az új Tomb Raiderhez a Vikander már jobb volt, az Alicia, de a régi Tomb Raiderhez a Jolie szerintem nagyon passzolt, nagyon jó kiválasztották a szerepre. Hát meg ugye a természeti adottságai is megvoltak hozzá, tegyük hozzá. Hát igen, azért nem volt olyan szögletes, mert háromszög alakú melle mondjuk, de nem volt rossz. Igen. Igen, tényleg, most, hogy mondod, nekem ez nem is jutott még eszembe, hogy a Jolie a régi, tehát a mostani Tomb Raider 1-2-3 karakterét jelentette meg, még a Vikander ugye az új trilógiának igen, a igen, abszolút, ez így igaz. Viszont én mondom, nekem a játékban jobban tetszik a régi, de filmben meg mégis ez az új tetszik. Nem tudom, mi az ilyen ellentmondás lehet, de... Hát így. De valamiért jó nekem a film ez jobban tetszett. Valahogy az újról meg... Nekem az... megvan, hogy az új filmnek a mozi plakátját, vagy a plakátját, amit kiraktak, azt retusálni kellett, mert olyan hosszú lett szegény Vikandernek a nyaka, mint egy zsiráf, úgy nézett ki rajta. És azt javítgatik kell, egy kicsit utómunka volt a poszteren. De itt közben Andors földobta, hogy ha már ilyen remake remastered-eknél tartunk, hogy a Dungeon Keeper 2-ből jó lenne egy remaster, abból van, ha nem is ezen a néven. Tehát ott van a Dungeon széria 1-2-3, talán most már negyedik jött ki legutóbb. Igen. Ott van a War for the Overworld, ugye? Azt hiszem ez a neve. Azt nem tudom, de a Dungeon, azt igen ismerem. A Dungeon, igen. Az nagyon hasonló. A többi remake-je, csak más néven. Az ősköves Dungeon Keeper-t kéne ugye remasterelni, nem azokat az új értelmezésre. Ezt én is támogatnám. Illetőleg a Need for Speed 3-4, ugye a régebbi Need for Speed-ek, amikkel még én is hajlandó voltam játszani, és tényleg azokat jó lenne, hogyha most kicsit felújítanák, azt én is támogattam. Na én meg ennek az ellentéte vagyok egyébként, nem bánom felújítják, mert nem érdekel, de meg játszottam a Need for Speed-del, de hát én valahogy sose voltam a Need-ban mégsem. Nem tudom, hogy miért, de az Underground az rohadt jó volt, de hát az már ugye valamivel azért újabb, úgymond, a többihez képest. Az 1-2 hát, az... Az Underground volt az első igazi Need for Speed, ami tömegeket megfogott. Azt mondom, hogy ez a nagyon régi alap, még ugye ezek a 90-es évek közepén, vagy fogalmam sincs, hogy jelentett meg az első Need for Speed, mert tényleg nem nagyon követtem. Hát akkor nesze neked egy tockos, mert a múlt részben volt a retroban az első Need for Speed. Nem emlékszek rá. Én akkor nem voltam jelen. Ugye nem voltam? Nem voltam. Úgyhogy ez most... Nem tudom, kinek van meg a Need for Speednek, van egy kevésbé... Egy kevésbé emlegetett része, amit tényleg nem... Más Need for Speed-eket sokszor látom emlegetni itt ott, de ezt sehol. És a Need for Speed-nek volt egy olyan, hogy Need for Speed Porsche Unleashed. Igen, az PlayStation-en is volt, tehát arra emlékszem. Az csak Porsche-k voltak benne, csomóféle, de csak Porsche-k, viszont mivel törés tesztet nem osztott meg a Porsche, emiatt az autók úgy törtek, hogy csak kicsit ilyen szürke bepókhálósodott, tehát csak a textúra tört, de igazából a modell nem. Aha. De amúgy a maga idejében baromi szép játék volt, és abban volt kétfős kooperatív, mert ott nem olyan volt, mint az Underground, mint tudom, egy városba cirkáltál, hanem fix pályák voltak, amin végig kellett menni, és kette lehetett kooperatívba versenyben nyomni. Hát szerintem az még osztott képernyőn volt, nem? Tudom én. Vagy PC-n? Én mondjam, én akkor konzolos voltam, tehát ott még az, maximum az osztott képernyő volt. Nem, ott, nem, az már nem osztott képernyős volt. Már a PC-re gondolom. Mondom, csak ketten, viszont csak ketten lehetett. Aha. És ilyen, tehát lineáris pályás versenyek voltak, nem körpályás, hanem én indultál A-ból, eljutott a B-be. Tudom. Aha. Hegyi szerpentineken, körbe, így tudom én, és mondom, maga ide egy baromi szép játék volt, egyetlen zavaró dolog volt benne, ugye, hogy nem volt rendesen törés. Tehát fölborult az autó, Ron már kellett volna törnie, de nem. Megjelentek rajta a kis szürke vonalak, mintha meg lenne törve. Hát mondjuk ugye szerintem majdnem mindegyik Need for Speed-ben így volt, nem? Vagy esetleg az újakban nem tudom, törik-e már. Fogalmam sincs, mert teljesen anyag voltam ezeket már. Running Grantól kezdve volt már benne fizikai törés. Aha.
Lehet, hogy korábban. Jó, akkor se annyira volt, ugye, azért nagyon hú, de látványosan szarrá töröm az autót. De szerintem az úgymond lehet, hogy sose volt benne, nem tudom. Tudom, mint a Gran Turismo, hogy ott se törik az autó azóta se, tehát... Andorsz, milyen textúra hibára gondolsz? Ne célozgassál! Nincs értesség, dunyás testvér! Na, akkor evezzünk jó, következő. Más vizekre, szó szerint. Szó és szerint. A következő videónk a Skull and Bones lesz. Ugye ez a kalózjáték, amit már nem is tudom hányszor lehalasztottak, de akkor először nézzük meg a videót róla. 3, 2, 1, jó. Mehet. Elégtől elvettem a hangot. Jó. És van ennek a egyszerű játék? Igen. Na, szóval... Ja, akkor ezzel kevertem, ebben van a három fős kooperatív. Igen, ezt majd ki is evelem putraságként. Szóval Skull and Bones PS5-re, Xbox X-re és PC-re érkezik 16-án. És hát ugye szerintem nem mondok az újdonságot, hogy ha elmondom azt, hogy ez a játék 6-szor lett elcsúsztatva 17 óta, 2017-ben lett először bejelentve az akkor még talán 2017-ben. E3-on, akkor talán volt E3. Azok igen? 2017-ben olyan régóta van már ez az egész mizéria. Bizony, 6-szor halasztották el, minden évben lett halasztva egyszer, és most 24-ben úgy döntöttek, hogy ne tovább is megjelenik. És ugye... Itt volt a videóban lehetett látni, hogy lesz benne háromfős kooperációs játék. Na most azt mondom, hogy ha csak a korábban megnézett ugye Suicide Squad és a Helldivers 2-t nézzük, ott volt benne négyfős kooperációs játék, és nem tudott a játék 6 évet. Nem tudom, hogy ezt hogyan gondolták, hogy háromnál lesz lelimitálják, nem is értem. De meg miért? Tehát most egy hajónak pont az volna a lényege, nem? Bár mondjuk a Sea of Cheese-be is talán négyen lehet? Nem tudom. De ott is jó, négyen, nem a hajónak pont érdekes, hogy akkor ki legyen a kapitány a három fő közül. De hogy a Sea of Cheese-be talán lehet többen is, csak ott nincs úgy... Nem, illetve nem tudom összehasonlítani, mert nem ismerem a Skull szempontba, hogy lesz. Állítólag a... Ugye Assassin's Creed Black Flag-be volt ez a hajós téma, és ott nagy sikere volt, és akkor találták ki ezt, hogy akkor kiemelik és csinálnak egy külön játékot erre. De hát a visszajelzések, meg amit tavaly voltak beta tesztek már, kicsi a beta tesztelők, hát volt, aki 6 órát lehetett visszajátszani vele, volt, aki 2 óra után abba hagytam, mert nagyon ütött. Tehát hogy igazából nem tudják, hogy miért fejlesztik ezt a játékot ennyi éve, akkor mind lenne semmi érdekesség. Amúgy engem érdekel, tehát én kíváncsi lennék rá, hogy, hát hogy az egész ez miért is úgy néz szép. Ki, de tuti, hogy várni fogok vele 1-2-3 hónapot, bocsánat, mire itt kijön valamilyen vélemény, közvélemény, akár negatív, akár pozitív, és akkor annak megfelelően döntök, de ezt sem fogom megvenni első, ez biztos. Hát én pont beszéltük is ugye Schallerral is, hogy vagy nem is tudom, szerintem Schallerral, hogy maximum előfizetek az Ubisoftot. Egy hónapot azt kipróbál, most az a 5000 forint, azt mondom, annyit megér. Megnézem, ha meguntam egy hónap alatt, akkor így jártam, de hogy pénzt nem fogok kiadni érte, még így az elején, azt tudja biztosan. Én nekem egyáltalán nem, de én megmondom őszintén, hogy nem tudom, nekem még a Black Flag is jobb volt, így kinézett. Oké, ezt nem próbáltam ki, de akkor egy hype volt már körülötte, meg szerintem én meguntam ezt az állandó, hogy majd kijön. Azt akkor majd hogy nyomjuk meg, majd 180-an játszunk egyszer, aztán most meg kiderül, hogy hárman lehet össze. Hát jól gondolom valami csapatba verődni, vagy nem is tudom, valami társaságba, vagy nem tudom, hát csak lehet valami szövetséget kötni a másik hajóval, vagy lehet, biztos, hogy lesznek benne ilyen orientáció dolgok is.
vagy ha nem, akkor majd későbbi DLC-kel, update-ekkel bejön. De hát, hogy tényleg, hogyha 6 éven keresztül van ez fejlesztve, és ilyen ad dolgokat, hogy 4 fős kóp nem tudnak beletenni, akkor nekem nincsenek nagy kilátásaim a jövős tartalmakat illetően. Majd úgy ne járjon, mint az a Day Before, igaz? Mert ott is az volt, hogy 83-szor elhalasztották, aztán egy hónapig élt a játék, vagy másfélig. Még addig se. A szerverek értek addig, bocsánat, meg a fejlesztő cég az kancsó is volt ugye egy hónap alatt, akik azóta fejlesztenek majd másik játékot egyébként, de... Ugyanilyen színvonalú terebék. Hát igen. Jó, mondjuk azért Ubisoft egy nagyobb cég, tehát azért ne hasonlítsuk vele össze, csak az, hogy tényleg, ahogy Saler is mondja, meg ahogy ti is mondjátok, hogy mi az úristen fejlesztettek ezen akkor 6 éven keresztül, vagy el nem tudom képzelni. Tehát ha most ilyen, hát meg így három fős, akkor milyen volt ezelőtt, amikor úgymond ki akarták adni? Hát ugye, ahogy mondtad, hogy hányszor, 6-szor tolták el a megjelenést? Így van, 6-szor. Igen, legutóbb pont egy éve. Na, hát ez úgy volt, hogy tavaly év elején jön ki, és akkor csúsztatták el még én, de akkor már ott volt, hogy már majdnem, már elő lehetett rendelni, azt hiszem talán. Mm-hmm. Hogy előbb kezdhesse játszani januárban, és akkor de mégis lefújták az egészet, és még egy évvel. Még van két hét, jelent, lehet, hogy még holnap után mondják, hogy akkor még egy évet várjuk. Még egyszer. Még megvan az esélyünk rá, így van, hogy... Volt, ilyen lett még egy. Igen. Viszont akkor mi nagyon rákészültünk, hogy ráugrunk, mert hú, nagy volt a hype, aztán kiderült, hogy jobban is tettük, hogy nem. Igen, abszolút. De én akkor nem emlékszem, hogy akkor le lett volna limitálva. Ja, hogy háromra? Aha, lehet, hogy azóta a elmúlt egy évben variáltak annyit vele, hogy lehet nem tudtak megoldani valamit technikailag, és akkor mondjátok, hogy ne legyen 8 ember, hanem legyen 3, de akkor az legyen fix és stabil és jó. Lehet, hogy a játékmotor nem tudja kezelni a 4 fős, nem tudom. Ezt nem tudom, ez majd utólag fog kiderülni, mikor már 8 millióan átrágják, átvesztelik, átbújják a kódot, amit lehet, szóval... Hát így van, meg amúgy, ahogy Fredpek is mondja, én szerintem az lesz a jó, ha ez megjelenik. És akkor várunk vele jó pár hónapot, meglátjuk az első véleményeket, hogy muzsikál, hát ha esetleg addig adnak ki valami javítást is hozzá. Hotfixeket vagy. Igen, tehát mert biztos, hogy lesznek vele gondok, ez a 100%, hiába ültek rajta már 6 éve, illetve már lassan 7, hogyha azt nézzük, ugye? Egy 2016... Hát volt egy pár játék, ami... De az Ubisoft másik játék, ami nekem is personálisan nagyon bejött, az Avatar, az is nagyon sok évig készült. Tehát azt is évekig csinálhúzták, és mert bejelentették, aztán csönd volt, és akkor csúsztatták, és az is hosszú volt. De ha másikat nézzük, például Cyberpunk, az is valami, nem tudom, 10 évig készült. És ez is volt szar, amikor megjelent. Hát igen, az elég kaki volt, igen. Amikor bejelentették, és elkezdték fejleszteni, akkor leszerződtek Sonyval például a konzolokra, hogy ilyen-olyan, mit a megjelenés lesz. Uh-huh. Csak olyan sokáig túlzott a fejlesztés, hogy közben kijöttek új videókártyák a PC-re, új konzol generáció jött ki, és meg kellett, mivel hogy le voltak szerződve a régire, azért meg kellett oldaniuk nekik, hogy az újon is kihozzák a legtöbbet belőle. Ugye a PC az lényegesen könnyebb volt, és azon kevesebb bug is volt, mert ott folyamatos a videókártyafejlesztés, de a konzol az fix. Na most ez, hogy megcsinálták az új gépekre, és utána visszafele kompatibilissá kellett tenni a régire, ezért volt az a rengeteg bug a konzolokon. Mert viszont már ki kellett jönniük, mert már ugdosták őket, hogy most már nyomjátok ki, mert már 10 év vagy a fejlesztés. Hát igen, hogy itt utána még 3 évbe tellett, mire meg kicsiszolták a játékot annyira, hogy most már állítólag tényleg tök jó. Bár én még nem játszottam vele. Igen? A stúdiók azok, akik leginkább ugye sürgetik a fejlesztőket, és nekik minden a bevétel, minden a pénz, az nem érdekli őket, hogy mikor és hogyan készül a játék, csak akkora legyen készen. Na most lehet, hogy ennek a játéknak az esetében is a stúdió látta, hogy a fejlesztés nem tartott, hogy ezt ki lehessen adni. Meg még a következő évben sem, meg a következő évben sem, a következő évben sem. De hát azért érdekes, hogy... Visszatérve ugye a Pandorára, az ugye a Far Cry Primal-ra épül, vagy valami olyasmire, és a Primal meg talán 16-os, 17-es játék, tehát igen, ott megvan a 6 éves fejlesztési időszak, időtartam. Csak hogy a Pandora egy jó játék. Ez meg ki tudja, milyen lesz. Ez majd kiderül. Meglátjuk. Biztos lesznek rajongók, már biztos, hogy vannak, akik tűkönülve várják. Én nekem a tavalyi ez a beta, amit Schaller is mondott, én nekem ez csalódás. Őszintén. Én amikor megláttam, hát... Az egy-kettő ugye nevezti, mert szinte az összes úgymond nem is egy-kettő nekiugrott. Hm. Ugye mindenhol ez volt tényleg, hogy ez ment streambe. Hát, én nekem nem. Mondjuk nekem nem. A Pandora se, de hát most az én vég. Nem tudom.
Hát az meg a világ miatt nem hát jön nekem, nekem a maga a film sem fogott meg soha, engem nem maga a játék, az gyönyörű, az magadhatatlan, rohadt jól néz ki, de nem tudom, nekem nem tetszik kész. De nincs ez megvan, hát ezt meg majd meglátjuk ugye. Igen, 16-án jön, meglátjuk, hogy milyen lesz a közvelemény, aztán tényleg lehet, hogy egy Ubisoft befizetést megér, és akkor hát, azon keresztül ki lehet próbálni. Mert ugye az Ubisoft játékok se arról híresek, hogy olcsóak. Hát nem is lesz az. Tehát a tavalyi megjelenésnél is írdatlan ára lett volna már, és gondolom most lesz másképp, és ugye itt is ott volt a végén a trailernek, hogy a Premium Editionnel 3 nap előrébb játszott, ugyanúgy, mint az Avatarnál is volt. És a Premium Edition biztos, hogy még rohadt drágább lesz. Hát 80-90 euró tuti, az a minimum szerintem, de lehet, hogy keveset mondtam. Viszont én satszolom azt, hogyha ez a játék tényleg nem sikerült helyre pofozni az elmúlt egy évben, úgyhogy értelmes legyen, és ne legyen ne fulladj unalomba, mint ahogy ezt tavaly nagyon sok tesztelő mondta, akkor baromi nagy bukás lesz az Ubinak. Pláne, hogyha ilyen drágán akarják adni. Reméljük, hogy az elmúlt egy évben valami hasznosat is tettek a játékhoz hozzá, hogy hasznos legyen, bár mondom, tavaly évvégi beta teszteknél még ezek voltak a visszajelzések tesztelőktől, hogy hát nem. Hát nem, abszolút nem. Ennyit. De tényleg ez is volt, tehát valóban ez volt, hogy hopp. Oké, valami hirtelen történt meg akadt itt nekem a izén. Tényleg mindenhol ezt láttam, hogy sokan unalmasan gondolták az egészet. És tényleg pár óra szép után abba is hagyták. Tehát. Nem lehet ezt végtelenségét csinálni, ezt a vízi csatát, vagy a tengeri rablásokat, nem tudom mi lesz még ezen kívül benne, de lehet, hogy 12-dik után már tényleg unalmassá válik. Hát meglátjuk. Meg az is attól is függ ugye, hogy esetlegesen mennyire lesz úgymond sikeres, meg milyen tartalmak jönnek majd utána a közeljövőben. Mert hogyha ehhez szerintem nem jön sűrűbben úgymond frissítés, akkor ez hamar unalomba fog fulladni. Tehát biztos is. Ezt egy-két hónap esetleg csinálja az ember, esetleg megvan minden piszfasz a hajódra, már 450 ágyúd is megvan, azon ugye az utolsó ízés be van már aranyozva, meg rá van festve egy mit tudom én szivárványpóni, és akkor utána úgy mi célja lesz a játék? Szerintem nem sok. Én ezt érdekbe tartani csak úgy, mint ugye a többit is meglátjuk. Jó! Csetemet olvasom a... Dunyás, azt mondja, annyira nem vagyok gamer, hogy azt sem tudom, miről van szó, csak a társaság miatt járok ide. A retro game adásokat még értettem. Wolf írja, hogy Dunyás, nem is a játékokhoz kell érteni, az ő dolguk, nekünk csak egy tisztességesen kell írni, hogy úgy tudjunk tenni, mint ha értenünk hozzá. Rendben, Dunyás, mindesetre mi köszönjük szépen, az érzés sokat számít, hogy itt vagy, és jelenléteddel emeled a chat fényét. Igen, azt ki kell emelni, Bosvaler, hogy ugye ez egy interaktív műsor, amiben szeretném titeket is bevonni, tehát nyugodtan cseteljetek és írjatok. Mindenféle hozzászólást osszatok meg velünk. Igen, mert ha nem interaktív lenne, akkor podcast formában lenne, hogy fölvesszük előre, aztán nézzétek, és akkor kész. De nem, tehát az élőben megy, hogy hozzá tudjatok szólni menet közben ti is. Ez lenne a lényege mondjuk a chatnek, úgyhogy használjátok. Nálam szerencsére most működik. Na, akkor menjünk is tovább, adjunk még itt esélyt a hozzászólásokhoz. A következő utolsó előtti játék a Last Epoch névre hallgat. Én már bekészítettem. Jók? 3, 2, 1, most. Menjünk. Nem tudom nyitmak, hogy esetlegesen itt vagy-e még, de én úgy emlékszem, hogy ezt nem te mondtad véletlenül, hogy ezt orba szájba fogod nyomatni ezt a játékot, ezt a Lost Epochot? Vagy tudja, hogy mondta valaki? Közben megint eltűnt mindenki a kamerából. A Zolinál tudja, hogy mondta ezt valaki egyébként, de olyan, mint rá nem még. Te mondtad ezt. Na most végignézzük a videót, utána megnézzük ezt a kamerás dolgot. Szivar, le van múltolva a mikrofonod. És te vagy, mert csak nem akarok belepofázni ott nálatok a videóba. Úgyhogy erre én kíváncsi leszek erre a játékra, illetve vagyok, mert ugye ezt, ha jól tudom, Nördi Acaszban. Ezt majd mindjárt megbeszéljük. Ott. Nézzük. Leót. Thank you.
Last Epoch. Elsőben nyomás, aztán utána mondom az információkat róla. Én azt kell mondjam, hogy nekem mindenképp, sőt, én úgy emlékszem, hogy a Zolinál, mintha lehet, hogy ponyitmak, csak nem biztos, hogy már itt van, lehet, hogy csak lúrva van, nem hallja, de ezt valaki mondta is, mert ugye ez már ugye Early Access-ben egy ideje elérhető ez a játék. Így van, 19 óta. Közben Schaller meg diszidált. Vissza is hozzuk. Nálam, igen, elment a kép egy pillanatot, de most nálam visszajött. Úgyhogy nálam most tehát jó. Ugye egy ideje Early Access, tehát most gondolom ugye teljes 1.0-ban jelenik meg, ugye? Így van, így van. 21-én. 21-én. Igen, közben itt a cseten ír, és nyitnak neki már 40 órája benne van, ő azt mondta, ez agyra főjére nyomja, úgyhogy nem tartom kizártnak, hogy betarsolok majd mellé. Nekem tetszik. Tetszik. Egy picit a Diablo 4-es csalódás után talán még lehet, hogy egy kis felüldős is lesz. Pontosan ezt akarom is mondani, hogy egész Diablo ugye, klón, és szerintem ez lehet, hogy még akár überli is a Diablo-t, árban mindenképpen ugye ez olcsóbb, Igen. És hozza azt a színvonalat, ugye 5 karakterosztály van, és az 5 karakterosztályon belül mindegyiknek van külön, 3 külön mastery class, tehát összesen 15 mastery class közül lehet választani, és összesen több mint 100 skillt lehet használni, úgyhogy ez vetekszik a Diablo 4-es. Hát mondjuk azért már az lehet, hogy kicsikét sok skill lesz, belezavarodik az ember, de oké, már gondolom, hogy nem karakterenként 100 skill, tehát ez egyértelmű, ez oké is. Csak sem, persze. Azért mondom, de meg én nem tudom, azt nem mondom, hogy egyből meg fogunk gólni, de lehet. Nem tudom még ezt. Nekem sanszos, hogy ez beruházós, hogy nekem nincs Diablo 4, azt én nem vettem, és le is ment a hype, úgyhogy azt most kihagyom, a Diablo 3 megvan, a 4-et azt kihagyom. Szóval lehet, hogy erre beruházok, illetve ami majd jön, a Path of Exile 2, az ugye az még később lesz. Igen, viszont annak az első része is egy nagyon jó volt, főleg ha meg azt nézzük, hogy ez ingyenes game volt. Illetve, hogy nem csak volt, még a mai napig is az. Tehát igen. Az ingyenes game, és én próbáltam, egyszer-kétszer rá próbálgattam, és meglepődtem, hogy ez milyen jó játék. Hát én nekem van is egy 50, nem tudom, hanyas szintű Witcher karakter, vagy nem Witcher, hanem Witch, Necromancer Witch karakter. Na hát én azzal annyit azért nem játszottam. Itt közben nekem azt írja a cseten nyitnak, hogy ő ugye játszott már 40 órára, D4 hiánypótló abszolút, skillek, spellek rendben vannak, grafika hangulat rendben van, már most több engine content van benne, mint a Diablo 4-ben 300 után. Igen, ugye van benne időutazás, ugyanúgy dungeonök, legendary fegyverek, bossok, tehát ez mind adott. Hát ugye, hogyha így te is azt mondod, hogy ebből beruházol, akkor szerintem én is. Hát jó, tudod, én meg 24. keresztül... Tiszta sor, de addig legalább... És előnyre teszek szert, és akkor utána kezdjük előről. Minden vagyok májustól, úgyhogy... meglátjuk, nem tudom, de ez csábít, tehát ez már régóta a kívánságlistámon van, ezzel szemezgettem mindig is, ilyen 40 euró környékén van, de nem vagyok benne biztos, de valami ilyesmi dereng. 33. Ugye... No. 33. Még akkor sokat is mondtam, hát ugye a Diablo azt inkább hagyjuk. Már ugye voltak olyan hülyék, akik megvették az Ultimate-et. Na jó, hát igen, azt Diablo-nál a név az kb. 50%-ba kerül a vételárban. Hát, csak igen. Azért, mert az a neve Diablo. Igen. Én hozzáteszem, hogy nekem tetszett nagyon a Diablo 4, csak hogy olyan 2-3 hét és puf, ennyi volt, kész. Aztán. Nem igen, csak. Lehet, hogy az is még úgy jött ki, hogy nem volt benne sok endgame tartalom, és hamar még lehetett érni. Hát mondjuk úgy, hogy szinte szerintem semmi. Most a szezonokkal talán próbálnak valamit becsempészni. Igen, még a vámpíros egyébként nem volt rossz. Kicsit most így elkanyarodunk ettől a epoktól, de a harmadik, vagy igen, mert most van a negyedik, ugye? És azt hiszem a harmadik szezon az nem volt olyan rossz. És ez, ha jól látom, pont most nekem még a kis tévében megy a videó, hogy második, a 21-én fog. Azt én besenyomtam még a kis tévében. A Lost Epoch, ugye? És ott van február 21. Meglátjuk. Ilyen 30-valány euró, még azt mondom, hogy talán. Roller neked? Tetszik, jól néz ki nekem, abszolút. Hát nem tudom. Az a baj, hogy nekem egy ránézésre egy ilyen Diablo klónnak, ilyen hack and slash-nek tűnik, és azokat én sokáig nem tudom. Tehát a Diablo 2 volt a legutolsó, amit én sokáig toltam, és az is egyik napról a másikba így klikkelgettem, és egyszer csak jött egy ilyen... Most én még klikkelgetek itt. És kész. Ott úgy hirtelen meguntam, és úgy elengedtem az egészet. Diablo 3-ot sem tudtam utána, a 7-es szezonnál valahogy bekapcsolódtam, mert hívtak, hogy de nem olyan rossz, ez játszunk, jó.
talán egy szezont végig toltam, azt is elengedtem, a Dio 4 is szép játék, jó játék, minden, de nem tud úgy lekötni. Tehát a sztorit egyszer kitoltam, és utána kész, ugye elengedtem, nem húz már vissza. Tehát valahogy nem. Jó, hát igen, ezek a klikkelő adagságok annyira engem nem. Az a baj, a Diablo 4-ben az nagyon hamar ki lehetett pörgetni. Itt nem tudom, hogy mennyire lesz ennyire kipörgethető. Egyébként még most visszatérve még az ingyenesebb, tehát például nekem a Lost Ark is egy jó kis game, az is egy ilyen. Én nekem az is nagyon bejött, az a játék. Csak hogy ott elfogytunk, úgymond volt az elején egy pár ember, akivel ott játszogattunk, és ugye az volt a baj, mint például a WoW-nál is, hogy ugye hogy abba maradt a csapat. És ugye egyedül az meg az is unalmas volt. De nekem például a Lost Ark is tetszett, az sem egyáltalán nem rossz játék szerintem. Ez kicsit olyan darkosabb talán a hangulata, mint mondjuk a Lost Ark-nak, az kicsit olyan, az másabb volt. De... Lost Ark az ilyen anime stílusú, nem? Egy picit igen, de grafika az is szép meg minden, de inkább anime, így van, hogy mondod ugye, mert talán az ugye... Nem, most nem is olyan mangásabb. Igen, de erre nem... Vagy mi az Isten... Ezt várom, ezt jobban várom egyébként, mint azt a Lost Ark-ot. Mondjuk arra nem is nagyon hallottam, egyszer csak belecsöppentem. De ez mondom, ez számomra város. Hát mondjuk nincs meg azt írja a sztori, így sem túl hosszú amúgy, de mint a legtöbb ilyen stílusú játékban, utána indul az igazi grind. Igen. És mint ahogy mondta, hogy a Schallerő például ezt unta meg, hogy ezt tudja meg hamar. Grindet mindenhol. Tehát én a World of Warcraft-ban is, én azzal játszottam 3 évet töményen, hogy semmi más csak azzal minden egyes nap. Annyira se ütem volna, valami 3 évet. És, de ott is utáltam a grindelést. És pedig te még jó, nem a legelétől játszottál, nem? Te Lich King-nél kapcsolódtál be. Nem, a Lich King-nél fejeztem be. Ott fejezted be? A pályafutásomat. Én akkor valahogy évelején jött ki, azt hiszem, a Burning Crusade-t talán. Aha. És olyan 1-2 hónapra rá kezdtem el játszani vele. Aha. Hát akkor is már a könnyített verzióval játszottál. Az elején a Burning Crusade-nél még nem volt könnyű. Ott a Hardcore Dungeon az tényleg hardcore volt, azt utána könnyítették le moskos módon. És amikor kijött a Deathwing kiegészítő, Cataclysm. Azt még megvettem, elkezdtem bele játszani, de már a én karakteremetre húztam, mert az 5 szintet sem, ami kellett, mert annyival emelték akkor a szintet, és ott leállt, aztán még a Warlords of Draenor-n egy fél évre visszamentem, de ott már nem volt guild, és ott azt meg azért untam meg, mert egyedül már unalmas volt, és nem volt kikkel, aztán azt is elengedtem, és azóta nem. Most már nem is valószínű, hogy bármikor vissza fogok térni, mert teljesen is felejtettem, hogy kell lejátszani, meg is változott a térkép. Annak idén úgy hívtam a játékot WoW Lexikon, mert bárkinek bármilyen questek volt kérdése, mivel én nem tudom hány karaktert főhúztam, és mindegyikkel végigcsináltam, kiputoltam a területeket, minden quest itt volt a fejemben, hogy melyiknél mit kell csinálni, hova kell menni, már elfelejtettem. És azóta meg már el is cserélték a térképet, ugye a kataklizmával megváltozott az egész világ, úgyhogy újra kéne tanulnom az egészet, de nem... Nem is kell olyan messzire visszanyúlni, elég ha csak a 2 kiegészítő ezelőtt visszamész, annyiféle currency jött be, ilyen cuccokat lehet venni azért a cuccért, hogy én ezt nem is lehet követni. Tehát annyiféle dolog van benne, hogy ez már hihetetlen. De én azért élvezem most a klasszikot, a hardcore-t meg a Season Discovery-t, mert egyszerűbb, sokkal egyszerűbb, mint amilyen a retail most. Valamelyes nehéz, nehezebb, de mégis egyszerű. Igen, valahogy egyszerű volt, de azért sokkal jobban oda kell ugye figyelni. Hát főleg ugye a hardcore-ban, azt azért sűrűn tapasztaltam. Már nem tudom, neked egy egész magas szintű karakterelés van már felettek, nem? Hát egyébként igen, most én a palátoszt toltam a hardcore-ra, most 38-as már, úgyhogy... Tehát ugye a hardcore, aki nem tudna, ott egyszer meg, ha az kampol karakternek, ugye ez, igen. Ezt akarja a hardcore itt. 38-as paladin. Hát jó, a paladin egyébként ugye kicsit cheater, mert ott van bubi, meg heal, igen. Meg minden. Igen. De azért nem egyszerű, volt már pár parás... Nekem az írja egy nyitmak, hogy egy Lost Ark 800 óra heti grind után unta meg a Lost Ark-ot, akkor te is játszottál arra. Az így 800 óra? Hát ott is ilyen grindolós volt, tehát egyértelmű. Ez még gomozból is sok. Na úgyhogy Last Epoch 21-én érkezik, úgyhogy kíváncsian várjuk itt a fejleményeket. Szerintem erre én be fogok ruházni majd, ha hazajöttem. Viszont amit tuti, hogy meg fogok venni, az a következő játék, a Nightingale, az utolsó, amit hoztunk a mai este. Ez is egy Early Access-ben megjelenő játék, 22-én érkezik. Úgyhogy akkor erről is lőjük be videót, aztán beszélünk róla továbbiakban. Tész vagyok. Mehet.
most. Awaken your first portal and tread on towards that which is boundless, beyond the measurable. Sequestered, struck by woe and lacking supplies, the question becomes, wilt thou be a survivor? Regardless of which portal variety you favor, realm cards will be necessary. Na hát ez nekem instant nyerő, amikor megettem ezt a videót, azt mondtam, hogy nekem ez kell. Egyébként folyam, hogy ezt pont a napokban küldtem el Sallernak. Én most találtam meg, én ezt eddig nem láttam, tehát vagy nem tudom, de ezt pont a napokban küldtem el. Erről nem tudtam erről a játékról. Igen, ez egy olyan ugye túlélős kraftolós single vagy esetleg multiplayer játék is lehet, mint például az Enshrouded, amit most nagyon nyomtok, illetve a Valheim, tehát ennek egy ilyen elegye lesz, és egy teljesen új fantasy világba fog elkalózolni. Talán láttatok a videóban egy félpillanat ezeket a kártyalapokat, azok nagy szerepet fognak majd játszani, azokból lehet spelleket, illetve skilleket megszerezni és használni. Aha. Nem egészen. Az akartam kérdezni, hogy mennyire néztél utána, hogy fog működni ez az egész portálos rendszer. Hát tulajdonképpen csak annyit, amennyit a Steamről el lehetett róla látni, meg megtudni, annyit. Na most ezek a kártyalapok, ezek úgy néznek ki, hogy portálokat kell nyitni más dimenziókba, és az, hogy te hova jutsz a portált, ezekből a kártyalapokból nyitod meg. És van három kártyalap, van egy fő kártyalap, egy mellékkártyalap, és van egy opcionális. A főt és a melléket mindenképpen be kell rakni, a harmadik az opcionális. Ez úgy működik, hogy a fő kártyalap az lesz a biom. Az adja meg, hogy milyen területre mész, hogy erdő, sivatag, stb. A második kártyalap adja meg a nehézségi fokot, meg hogy milyen lények lesznek ott, azt hiszem, az nem teljesen világos. Az opcionális, az meg még hozzáadhat plusz dolgokat, ami hát igazából nem annyira lényeges, csak vagy nehezítés, vagy könnyítés, vagy extra. És ezt a három kártyalapot berakod, és ott nyitja meg a portált. És a portál túloldalán a dimenzió, a világ, ahova bejutsz, az mindig ezekből a kártyalapok alapján procedurál generált. Tehát nincs két egyforma. Uh-huh. Ez lesz benne a pláne, hogy folyamatosan változik, ahova átmész, és ha hatan lehet kooperatívba játszani, és át lehet menni másiknak segíteni. Tehát itt is valami olyan rendszer van, ha jól értettem a videóba, hogy mit tudom én véletlenül, ott pont van egy ilyen része, mert hogy nem ebben a videóban, egy másikat néztem, egy hatalmas nagy ilyen négylábú jószágot, olyan behúz valaki véletlenül, mert rálő, és hát egyedül nem nyomja le. És akkor lehet segítséget kérni, és akkor, ha online vannak emberek, akkor azok be tudnak menni neked segíteni a te... minek nevezzem ezt? Hát a host session-ben vagy valami. Aha. És akkor tudnak segíteni neked lenyomni. Most ez nem teljesen világos, hogy a friend listádról, vagy attól függ, gondolom, attól függ, hogy állítod be, hogy public, vagy csak friend list, vagy akármi. Úgyhogy ez így jónak tűnik. Ez egyébként ilyen a Monster Hunterben volt.
a Monster Hunter World-ben volt ilyen, amit most így mondasz, hogy ott is azért voltak bőven nagy monsták benne, amit egyedül úgymond nem tudtál, és ott is lehetett így akár úgymond idegen játékosokat is ugye hívni. Hogyha, és azt hiszem ott is úgy volt, ugye, ha pikra állítottad az egészet, csak akkor egyértelmű. De viszont ugye akkor tudtál csatlakozni hozzád, úgymond segíteni, illetve te is tudtál másokhoz becsatlakozni, segíteni nekik lenyomni a boss. Én úgy gondolom, hogy akkor itt is valami hasonló ellen fog ez működni, gondolatom szerint. Mondjuk nekem kicsit ez a nem az, hogy baj az FPS, mert azzal nincs bajom, csak olyan fura, hogy most... Illetve... Lesz benne TPS is vajon? Mert például ugye, amikor itt nézem a videót, mikor például a puskával is ott lőtte az egyik nagyobb monstrát, ugye, hogy mintha TPS nézett. A nézetet. Megmondom őszintén, nekem a... Mert a túlélés játékban nincs bajom az FPS-sel, csak nekem ez, amikor így varázslatokat nyomogatsz meg, mit tudom én, az nekem valahogy úgy nem jön be FPS módba. Jó, mondjuk az Icarusban nincsen varázslat, de az is ugye FPS nézeti. Igen, azért mondom, hogy azzal nincsen baj, csak ezek a varázslatok ugyannyira... De nekem az TPS az Icarusban is lehet váltani, ott is ki lehet menni külső nézetre. Igen, csak hát az hagyni Miki. Annyi valós maga utána karakteranimáció, finoman is fogalmazunk, ugye. Az látszik is, hogy egyébként az ilyen, a... csak úgy beletették, de ők se tudják lehet minek. Ugye ennek a sztória ez nagyjából valami olyasmi, hogy aztán a trailerben talán meg is jelenik egy pillanatra, hogy ami ősi entitás, úgy hívják, hogy Pél a Fakó, hogy ő kreálta ezt az egész világot ilyen portálrendszerrel együtt, és ez a portálrendszer az valamiért összeomlott, és a Nightingale, elvileg a végcél, ahova mi igyekszünk, az elveszett, és el kell érni. És addig kell nyitogatni a portálokat, míg el nem jutunk oda. Sliders? Különböző olyasmi, ugye? És... Tehát nem egyikből a másikba csúszol tovább, hanem mindig visszajössz a sajátodba, és onnan nyitod a következőt. Tehát akkor most lényegében ez a Nightingale, amit a címít, akkor az egy helyszín, vagy egy világ lenne, ahova el kell jutnunk? Hát, ha jól értettem, akkor az úgymond a végcél, ahova el kéne érni. Aha. Na most a különböző skillek, spellek, stb. Azt meg ezekből a portálokból lehet összeszedni. Hát így akkor közvetettem végül is, igen, a kártyákból, ahogy mondtad, de a kártyák effektíve magát a portált nyitják meg, és azon arra kell bemenni, és onnan lehet kihozni dolgokat. Illetőleg az építkezés, az itt a térben is látszott, hogy baromi nagy házakat lehet ebbe is építeni. Akár egy komplett falukat, ugyanúgy, mint az Enstraudetben. Tehát még ez is pluszba, hogy itt is ki lehet élni a kreativitást, mert minden egyes bajomba más stílusú építési elemeket, meg építési anyagot lehet állokkolni és begyűjteni. Az mondjuk tök jó. Szerintem akkor nagyon-nagyon... Hát akkor neked is ez esetleg Schaller, akkor ezt te is tervezed megvenni? Hát igen, csak nem tudok egyszerre mindenre játszani, az a legnagyobb bajom, tehát... Még az első zárt csak fogjuk adni, befejezni, egy óra ez, egy óra ez. Igen, ja. Még a bazar rossz, hogy akkor semmivel nem haladsz, szerintem. Igen. Egyikre se tudod beleélni így magad, van. Mert mire valamit elkezdeni, már mész a másikba, és akkor még ezt se tudom, azt se tudom. Szóval nem... És ez 22-e, ugye megjelenés, hogyha jól láttam? Igen, 22-én Early Access-be, igen. De ez nem Early Access lesz egyelőre? De, az lesz. De, Early Access. Igen. Úgyhogy ezt remélem, még pont le tudom tölteni indulás előtt. És akkor egyszerűen offline-ba fogom nyomni, ha lesz rá lehetőség. Hát, de ugye annyira működik itt a piac az ilyen kraftolós, meg survivalos játékokkal, hogy valaminek, egy játéknak mindig egy pluszt kell biztosítani azért, hogy megfogja a játékos, de most remélem ennek ez a portálrendszer lesz akkor az a plusz, vagy a különböző biomokból szerezhető cuccok. Hát ez a random faktor benne az újrajátszhatóságot, ez jelentősen megnöveli. Ugye? Igen, és az a poén, hogy ugye pont beszéltük azt is, hogy már nem nagyon tudnak újat kitalálni, de valahogy egy kicsikét mindig valahogy, hogy tudnak valahonnan azért úgy előkotorni, hogy csak egy minimálisat is, vagy esetleg az összes többiből olyan jókat összeszedni, hogy egy újfajta stílus születik a már meglévők összekeveréséből. Hát, hogy ez abszolút, tényleg egyes, hogy jól is néz ki, mert az grafika elég korrektül megy. Szép. Hát meglátjuk. Kérdés az, hogy mondjuk dedikált szerver lesz egyből, mert azért az számomra úgy elég lényeges, nekem az ez a hostolás technika, bár aztán lehet, hogy jól működik nem az tudom. Is. Nem tudom, hogy lesz-e, mert ugye itt mindig saját magadnak reálod a saját portáljaidat, és az csak neked, az csak neked van, és oda bejöhet más segíteni. De akkor itt nem, úgy nem lesz, akkor itt lehet, hogy nem lesz, jó. Valószínűbb inkább az, hogy te lehostolod, és amikor te játszol, és megvan nyitva az a portál, akkor be tudnak csatlakozni, segíteni, amikor te nem vagy ott, akkor nem megy senki, mert nem az ő helyük. Hát, hogy akkor a portál is így nyitva. Uh-huh.
Hát érdekes egy elgondolás, ez a portálos rész, ez egyébként tetszik meg ezt a kártyát, ahogy így mondtátok, én megmondom őszintén, ezt nem figyeltem a játékban. Illetve maga a kártyát egyértelműen láttam, csak nem tudom, hogy ilyen szerepet fognak ezek játszani. De így abszolút tetszik. Amúgy is ezek a túlélős kraftolós, hát ez egyszerűen az a gyengém, tehát meglátok valamit, azt megveszem. De néha minek, tehát sorolhatnék vagy hármat, amivel nem tudom, játszottam egy-két órát, pedig nem rossz játék, csak mindig itt egy másik. Igen, ez ilyen pénztemető bakker, tehát ez, ez mindig ez van évek óta, ez a baj. Mr. Hello. Ez a baj, hogy évek óta ez van, ugye? Ott vettem a Shankellendet, egyébként egy tök jó játék, az a Forever Sky tök jó játék, akkor fogalmam sincs, mi volt a harmadik, azt alig játszottam vele, majd jött a Harvard, akkor most jött a Zenshored, akkor most fog jönni ez, hát ez így nem jó. Nem lehet. Na és akkor az Icarus még mindig ott van, amiben folyamatosan... Hát arról ne is beszéljünk, igen, annyi új jött már megint is benne. Olyan is, hogyha most belépnék, újra kéne megint tanulnom, mert annyi új dolog van benne, hogy... Ez igen, mi, ez én ezeket pontosan ezek az okok miatt én nem ruháztam be a Palworld-re meg az Enshrouded-re, mert ugye itt volt nekem 2-3 játék, amit még kis játszottam és megvettem, például az Assassin's Creed Mirage, hogy azt most off-streamen szoktam játszogatni. Ezeket én végig akarom először vinni, mielőtt veszek egy újat, és abban is időt ölök. Tehát én ezeket most megvárom. Ezzel leszek egy kivételt ezzel a Nightingale-en, mert ez nekem nagyon megfogott. Jó, mert ez egy kicsit ilyen fantasy világ. Plusz fegyverek. 1800-as évek környék, ez a viktoriánus korabeli Mary Poppins-os ejtőernyőzés. Hát az továbbra is, az nagyon az is, mert nem Mary Poppins-ot szágoldozik lefelé magkát. Meg ha jól olvastam, ha jól nem keverem össze és olvastam, akkor igazából a mágiát nem annyira erőltetik benne. Olyan szinten lesz talán jelen, hogy a fegyveredet tudod majd enchantolgatni. Hát de mondjuk itt, ha azt nézed, akkor itt használ mágiát az ellenségre, tehát a mobokra. Az ellenségre. Hát azért van benne úgymond mágia. Tehát még te ember vagy. Úgyhogy... Valamit itt húzott ki a fejszéről valamilyen szikrát, és akkor az dobta el, lehet, hogy az lesz az. Most itt elfelejtett mondtam az élőképen. Vagy a pisztoly, azt is meg, és akkor nagyobbat lő, meg ilyenek. Igen, egy erről a pisztolról egy teljesen steampunk betűs is eszembe jutott. Igen, amúgy egy kicsit, ja, tehát ez a fantasy világ keveredik ezzel a izével, igen, egyébként. Úgyhogy Nightingale 22-én érkezik Early Access-be, ezt szerintem kimutatjuk, hogy mind a hármunknak felkeltette érdeklődését, aztán meglátjuk, hogy hogyan ruházzunk be. Ezt a 6 játékot hoztuk videóval, én említenék még egy plusz egyet, ami ugye nincs videó meg semmi, ezt csak most a listában láttam, és a Szivarral beszéltük ezt talán egy 2-3 hete, ez a Brothers, a Tale of Two Sons-nak a remake-je, ami ugye egy kicsit szívemarkoló sztorit dolgoz föl, a két testvérnek a sztoriát meséli el, és ezt most ugye újra dolgozzák. Pedig az új játék, ugye a régi játék sem volt nagyon régi. Nem volt olyan régi, igen. 5-6 éves lehet, 8 maximum. És már is köp egy remake-et, érdekes. Hát meglát, meg kiderül. De ugye kooperációra ezt is majd ki lehet próbálni. Úgyhogy akkor ez volt a beszélgetős résznek az első fele. Térjünk rá a másodikra, ami szerintem titeket jobban érdekel. Ez a Mivel toltuk januárban stream vagy off-stream keretén belül. Szerintem itt egyszerű lesz a válasz, nektek mind a kettőre kimutatjuk, azt mind a ketten kimutatjuk elsőre, hogy az első rádőd volt az, amivel most legnagyobb sikerült egy kicsit, igen. Igen, igen. Arról videó is van, nem tudom, azt bekészítettétek, mert én igen. Igen, igen, azt én is be tudom játszani egy pillanat. Azt küldtétek itt, vagy? Átküldtem, nézd a Discordon, igen, tehát Fredpack is onnan lőtte. Mindjárt meglöcsem, mindjárt meglöcsem. Hát gyakorlatilag a intro trailerre neki, official. De ez YouTube-on van, tehát ez nincs letöltve most. Hát én letöltöttem, úgyhogy én azt fogom bejátszani. Szóljatok, ha mehet. Jól nem mehet? Akkor most. Jó. Én még ezt úgy nem le?
The Feywilds await, and so too. All enshrouded. Hány órátok van eddig benne? Csak per kb. Hát, nekem nagyon kevés, nekem időm nem volt rá sajnos. Próbálom behozni a lemaradást. Szivar? Közben nekem is sikerült megtalálom egyébként az enshrouded-et, úgyhogy most már nálam is megy a videó. Ilyet megnézem később, 70 órám van benne. Mikor ez meg? Ez 22-én, nem? Igen, azt hiszem, 20, igen, hát valami akkor ilyesmi. 10 nap alatt 70 óra az egész szép teljesítmény. Igen. Napi 7 óra. Hát ez ugye azt tükrözi, hogy mennyire jó játék és mennyire lebilincseli az embereket, úgyhogy... Ugye ebből is talán az első pár nap alatt, ugye, vagy nem is tudom, vagy most erre valami milliós eladásoknál járnak itt is, tehát... Igen, az első pár nap után már 1 millió játékosnál jártak, úgyhogy... Hát azért az sem olyan. Ez egy kis stúdió, és a saját magukat adják ki, tehát nincs kiadójuk. Igen, ugye a Portal Knight-ot csinálták ők régen. Maguknak. Igen, tehát a Portal Knight-ot ők csinálták, akkor valamilyen kiadójuk volt annak a játéknak. Nem esküszöm, THQ Nordic, nem tudom. Nem emlékszem rá, de azt tudom, hogy én utána néztem, és a Portal Knight-ot, az nekem egyébként meg is van. Kicsit ilyen Minecraft-szerű. Külső nézetes kis ütögetős játék. Hát olyan volt, amilyen, de valami nagyon olcsó pénzé volt. Úgyhogy ezzel meglepődtem. Ez szerintem egy félelmetesen. Ami, tegnap elkaptam a streameteket egy perc az enyém után, és belenéztem, és azt láttam, hogy ebben a karakter, akikkel harcoltok, vagy akik ellen harcoltok, leginkább az ellenfelek, ezeknek nem csak ilyen egyszerű csépeléses módot van, hanem rendesen koreografált harc van benne. Tehát ilyen 2-3 ütést becsinálnak egy. Igen, van több ilyen bekombó, igen, van 3-4 is, tehát ugye. Hát ez majdnem ilyen Dark Soul-os nehézségbe repíti ezt a harcot, de hát nyilván nem az. Hát ott főleg tegnap ugye a vége felé már, hogy elmászkáltunk olyan keményebb területre, az már kicsit rohadt komoly volt. Ott testünk keltünk azért. Magasabb szintű ellenfelek azért már ott blokkol is, tehát nem csak az, hogy jön és hagyja magát lemészárolni, hanem az már fogja, és akkor ütném, és blokk, és hárít. Erről nem volt szó. Igen, meg ugye 25-ös egyelőre a maximum szint, és ugye ahol voltunk mondjuk ott már 30-asok. És Haller meg ugye volt 9-es, hát úgy... Ugyan rám néztek, feküdtem. Megbubboltak rendesen. De nekem is volt, tehát egy odaért, és akkor van shot, tehát tényleg nehéz. És ugye mondjuk össze kéne hasonlítani ezt a játékot, meg mondjuk az Icarust, tartalom szempontjából, jó, mondjuk lehet, hogy Icarus nem jó, ugye, mert abban már hetente jönnek a tartalmak, de mondjuk a Valheimet tartalom szempontjából, akkor melyikben van több tartalom jelen pillanatban? Megmondom őszintén, hogy a Valheimet azt azért már nagyon régen nyomtam, talán még együtt játszottuk utoljára. Szerintem azóta lehet, hogy nem is. Az ugye nagyjából emlékszem, hogy mit tudom én, hány fegyvert tetted kraftolni, hány alapanyagot lehet gyűjteni, hát, akkor ehhez képest... Annyi minimum van benne, de... Hát lehet, hogy talán még több is. Nem tudom. Hát olyan szerintem hasonló. Tehát azt mondom, hogy körülbelül egyforma mennyiség lehet. Itt az építkezés az mindenképpen jobb. Szerintem sokkal több mindent tudsz építeni, sokkal több mindenből. Tehát rengeteg alapanyag van, amiből tudsz építeni. Gyakorlatilag mindenből. Tehát amit kiásol a földből, legyen az kő, az a homokkő, föld, ugye a földből is, tehát fából, csontokból, akkor vas. Ugye a kőből is, nem csak egyfajtát tudsz, tehát ugye abból is van még több fajta, mert még az építő anyag, ugye blokkokat kell gyártani a felszerelt alapanyagból, és akkor ott is meg van különböztetve, még ezek a blokkok is, hogy ott is van epic blokk is, ami már kicsit ilyen díszesebb, ilyen kriptás, egy-két ilyen csontot keresztbe rátettek meg mit tudom én, tehát hogy még maga az építési, a blokk, amivel építkezel, még abban is különbséget tettek, ott is van az, hogy rare, epic, az is lehet, hogy még legendary is van abban is, nem tudom, mert ugye egy fantasyhoz hívem. Hát ugye valószínű, is, ha most van, akkor később jön. Common, uncommon, ugye rare, epic, és legendary, tehát így különböztetik meg itt is ugye a cuccokat. Meg abszolút azt mondom, hogy
ez a tank DPS heal, ez tiszta Wolf. Tehát, hogy van haszna annak, hogy valaki tank. Már oda megy, ütögeti, nem azt mondom, hogy ugyanúgy le lehet húzni róla mondjuk a boss-t, mint például a WoW-ban is, ugye, ha nem figyelsz oda, vagy legalábbis régen még le lehetett. Hát azt tudja már most, hogy működik ez a tankolás, mennyit könnyítettek rajta. Nagyon könnyű agrót tartani. Ugye azért itt is van úgy, hogy azért oda pukkongatok neki, vagy 2-3 ugye Firebolt, vagy ezt a acidot, vagy valamit, és akkor egyből rám fordul. És azért mondjuk egy pajzsal rendelkező talpig részben vasban öltözött bádog ember azért itt is jobban bírja az ütést. Bár az is könnyen hal, mert azért Tomit is láttuk, hogy 2-3 ütésben hát, járt, és volt, hogy a kampó volt. Én meg mondjuk ettől meghaltam, tehát a Schalleren ugye mellé ütöttek ő neki, akkor is végül. Az a csúnya, hogy ráadásul itt az agró nem úgy működik, mint a WoW-ban, hogy ha sok a sebzésed, akkor 20 csinálsz nagy agrót. Én például a 9-es szinten, mert az íjammal belelőttem egyet, eltaláltam, és egyből refordult szivarról, aki ezt üzgolyókkal 8-szor annyit sebzett bele, mint én, és egyből jött rám. Érdekes. Megharagudott, mert nem szerette a nyilvesszőt, vagy nem tudom, vagy... Szóval... Rossz erre lőttél. Lehet. De amúgy... Igen, Tomi ütögeti, mert ő ugye tanktalentem volt először. Nem tudom, utána ugye kétkezest választotta, hogy most át is talentelt-e, vagy... ugye tett is a többi talentre is, mert ugye elég sok skill pontot tud szedni, tehát ugye ha kihúzol egy ágat teljesen, szerintem simán kettőt fullba ki tudsz, lesz annyi talent pontod. Az a minimum, de lehet, hogy keveset mondtam. Ezt szólóba akkor nem is lehet játszani, vagy csak nagyon nehéz? De lehet, hát nehezebb, hát lassabban haladsz. Lehet, csak hát olyan, mint a World of Warcraft-ban is, ugye, hogyha tank talenten varióra baromi nehéz fejlődni, mert igaz, hogy nem halsz meg, de nem is sebzel. Tehát itt is megvan az, hogy ez a leosztás miatt, hogy ha egyedül vagy, akkor kénytelen vagy valami DPS-t csinálni, mert különben nem tud megölni az ellenfeleket. Igen, bár azért azt mondom, hogy healerként is elég jól elboldogulok. És nem azt mondom, hogy olyan nagyokat sebzek, mert lehet, nem a sebzés ad, de viszont ugye ez az aura is, ami van, ugye azt engem is visszahíle. Azért ennyivel könnyebben vagyok, hogy ugye nem tudok olyan könnyen meghalni, hát bár attól függ, milyen ellenség van. Hát a bosszokat azt úgy vettem észre, hogy... először azt hittem, hogy ha egy valaki lenyomja, nem lehet többször, de le lehet, szerintem valami idő van, hogy respawnoljanak, vagy nem tudom. Mert ugye Tomi megölte a bosszokat, én utána mentem és nem találtam. Azután egyszer csak meg hopp, meg lett. Úgyhogy vannak ilyen bosszok, amiket úgymond kötelező lenyomni, mert mondjuk a feje kell ahhoz, hogy te ezt a flame altart, amit leteszel, ugye azt tud upgrade-el. Értem. Meg ugye folyamatosan... Mi nincs upgrade-elve az oltár, addig egy bizonyos területnél messzebben nem tudsz menni, mert... Így van. Epirus úgy mond a köd, igen. Nem mondom, hogy nem fogom ezt sose kipróbálni, ez engem is érdekel, ugye már csak azért is, mert survival-ös, meg craftolós, meg minden, de lehet, hogy kicsit várok, amíg jön benne több tartalom, meg megemelik ezt a level szintet magasabbra, és akkor ebbe is belenézek. Most ezt kicsit eltettem parkolópályára, de lehet, hogy majd ebbe is bele. Belenyelok egy kicsit. Hát figyelj, az képes, hogy early access szerintem tartalom azért van benne bőven. Hát azt mondom, hogy most... Hogyha 70 óra benne van, akkor most ilyen, mondjuk legyen 70 óra benne, és még azért a térképből elő sok minden. Még ugye egy jó pár melléküldetés is van, amik meg lehet csinálni, hát illetve meg az építkezés. Az meg gyakorlatilag határtalan, tehát... Az itt látszott is a videóba. Tessék? Mit mondtál, Flapjack, hogy mit kérdeztél? Mennyiért van most a RTX Steamen? Hát ez jó kérdés, hogy 23 vagy mennyi volt, ugye, azt hiszem január 31-ig, ugye 10% akció volt rá, szerintem teljesen ilyen 26 környékén lehet. Én még az sem drága. Nem, tehát abszolút nem drága, így van. És nagyon jó. Szép is. Hát az optimizálás, nem tudom kimondani, szóval azzal azért vannak problémák, én úgy gondolom. Még igen, de hát early access. De bízunk benne, hogy javítanak. 25 font. 25, na, azért mondom, akkor euró 26-27 euró környékén lehet, jaj. Hát, hogyha tényleg ilyen ambíciózus a csapat, akkor tehát, hogy már van nekik roadmap is, amit ugye karban tartanak. 30 témen akkor... most írjét nekem nyitnak, köszi az infót. Igen, hogy akkor ez meg ezekkor jön, úgyhogy biztos, hogy figyelni fognak erre a játékra nagyon. Hát meg ugye 1 milliót már ugye legelső napokban eladtak belőle, tehát ugye írta a fejlesztő cég is ugye, hogy odáig voltak ezért. Szevasz, no honor, hello, hogy ezt folytatják, ugye újabb lendületet vettek ezzel, hogy nagyon szépen köszönik, hogy ilyen sokan megvették, általában rengeteg visszajelzést is kaptak, ugye sok a bugokról, meg hogy mit kéne másképpen csinálni, blablabla. Bla, bla.
Tehát a bízunk benne, hogy ez csak nem egy ilyen marketing duma, és akkor bízunk benne, hogy fognak is ezzel foglalkozni, hát hiszem, mert én szerintem... Saját kiadójuk, a saját zsebükről van szó. Tehát... Így van, tehát ez abszolút egy jó. Meg az, hogy ilyen sokan megvették, tehát azért az is nagyon jó dolog, szerintem. Meg maga hát másik, ugye... tényleg jó játék, na. Hát nem is tudok, mert ez a fantasy stílus így keverve ezzel a gyűjtögetős, craftingolós, építkezős egészével, hát olyan jó egyveleget ad, hogy én nekem ez nagyon bejön. Plusz még ott van ez a köd is, ugye, ami nekem tiszta Last of Us az egész, én most is azt mondom, ez a gombás fertőzés, még az ellenségek is arra hajaznak, de ez nem baj. Összeszedték ezt is innen, onnan, amonnan. Tehát, és ugye jó, hogy lemész a ködbe, az, nem bírod ki 100 évig odakint, vagy odalent. Például az, hogy a bárhol lehet bányászni, és a bányász úgy látszott is, hogy átüti magát a falon, hogy tudod, ásadsz egy gödröt, és beleépíthetsz egy pince épületet, vagy akármit. Tehát bárhol, majdnem bárhol lehet alakítani a talajt, barlangot ásni, stb. Azt ki tudja, lehet, hogy még itt is vannak olyanok, mert ez a rendszer, hogy bárhol tudsz ásni, ez egy régi indie játékban láttam én először a Rising World-be, amit egy ember fejleszt már tizenvalahány éve, tehát ő lényegesen lassabban halad. Ott volt ez, és ott viszont voltak olyanok is, hogy ástál, mert mit tudom én, és egyszer csak beütötted a falat egy kriptába. Hát itt sem kizárt, hogy van ilyesmi. A föld alatt. Bár lehet, hogy még azért ennyire szerintem nem mentek előre. Hát lehet, hogy még nem, majd később esetleg, vagy... fognak. De hogy ilyen pincét, meg ugye ilyen rejtekajtót, mert hát vannak rejtekajtók is, ugye egy szekrény formájában leteszed, és akkor az egy ilyen kis rejtek, a pánikszobát tudsz úgymond magadnak ott csinálni. Pánikszekrény. Vagy akár pánikszekrényt, igen. És ugye ez ugye a föld alá is le tudsz ásni, és ugye a padlóra is le tudod durván dobni. Szóval igen, nagyon durván. Oda is tudsz egy ilyen kis rejtek ajtót vagy padlót tenni, vagy hogy is fogalmazzak, és ahogy Schaller is mondta, egy egész pincerendszer másolsz magad. Tényleg bárhol tudsz ásni. És ez az építkezési rendszer, ami ebben van, hogy blokk, és nagyon sokféle materiálból lehet különböző blokkonként építkezni. Ezt szintén Rising World-ben láttam. Ott volt ez, hogy nagyon részletesen, nagyon sok anyagból lehetett fölépíteni egy házat, és nagyon változatosan. Itt ugyanez. Meg ugye szabad az építkezés, tehát nem igen, az van, hogy csak egy bizonyos igen, ponthoz hozzá kapcsol, be lehet kapcsolni azt is, mert van egy olyan funkció, de az X-el megnyomod, és akkor nagyjából ő le hozzá rögzíti, de ha az igen, ki, akkor bárhová leteheted. Tehát nem feltétlen muszáj a kockát a pont a másik mellé, akár bel is lóghat egy kicsit. Ugye van egy méteres, két méteres, négy méteres, ugye, építőelemek, illetve hogy a földet is úgymond a talajt is fel lehet tölteni, sőt, ugye van benne kapa, ami először arra gondoltam esetleg, hogyha ültetsz benne, vagy valami arra kell, de nem. Ez egyébként ilyen kicsit ilyen Life is Feudal, nem tudom, az ki ismeri, nem tudom, éle még az a játék. Igen. És elegyengedted a talajt vele, úgymond itt a kapával. Igaz, Valhembe is a kapa. Azt tudod, de bár igaz, tényleg, igaz. Hát ugye síkra csinálod úgymond a talajt. Igen. És az ültetés is egyébként, ez a kertészkedés is, azt mondom, hogy egy jó megoldás. Van egy hiányosság a számomra, de viszont itt ugye a magot elülteted egy kis ültető ládába, úgymond ott palánták lesznek, és maga a palántát tudod eltenni, letudni a földre, nem kell neki ágyást csinálni, meg ilyenek, le tudod ugye rakni. Talán én azt nagyon hiányolom, hogy egyesével tudom lerakosgatni a palántát, nem lehet azt, hogy mondjuk leraksz egyet, nyomod az egérgombot, és akkor egy csíkba mondjuk kihúznád a palántát, ezt nagyon hiányolom, az nagyon jó lenne, ha benne lenne. Egyesével kell klikkelni, és akkor már előtt lesz, hogy 300 palántát, azért van 300 palántár, igen. Akkor már picikét unalmas lesz a végé. Ráadásul ugye próbálok sorba, de nem bírod, mert így a végén már leszarom. Mindegy, valahogy nőjön, úgy kiszedjük. Na jó, hát ez meg a realisztik része a dolognak. Igen, de mondom, egy olyan jó lenne, hogy ki tudjam húzni. Nem nagy üzemi termelése kell berendezkedni, hogy 28 embernek gyártod le az élelmiszerét két hónapra előre. Igen, de mondjuk például ugye a fonalat vagy ilyeneket gyártasz, az meg iszonyú mennyiségű virág kell. És most már ugye ott vannak az új cuccok megint, amikből még nem is tudunk úgymond ültetni se szinte némekből, tehát... Meg ugye nem úgy vagy, beteszel a magot, meg vizet. Valamelyiknek föld kell, valamelyiknek trágya kell, valamelyiknek már másfajta trágya kell, a harmadiknak csontpor kell, a negyediknek... Tehát nem úgy van tényleg, hogy víz meg föld, akkor kész, meglocsoljuk, majd kinő, hanem egy csomó minden kell hozzá, ami szerintem jó. Én nekem ez tetszik. Talaj pH értékét be kell állítani. Tehát ez nekem tetszik, kis farming, jó. akkor említsük meg még itt szépen, a másik. Itt voltál, jó éjszakát. Sziasztok. Említsük akkor meg a másik sikerjátékot, ami úgy ugye milliós eladásszámot produkált januárban, ez pedig a Palworld.
Úgy tudom, a Civort ezt is nyomta. Csak téged talán ez nem kapott meg annyira. Nem. Ez a Pokémonos izék, ez sosem. De ez ezt így... én is kipróbáltam, ezt a Pelebert, de nem olyan mértékben, mint Civar, de ezt erre én is ránéztem. Igen, mert az ugye a mi az Istenben volt ugye a Game Pass-ban. Igen. Érdekes elképzelés, hogy ötvözzük itt tényleg a Pokémonos Pokémon Go-s játékot a kraftolós túlélőssel. Ahogy mondtad, igen, ezt én is tapasztaltam, hogy az Xbox-os verzió kicsit le van még maradva a Steam-estől, a Steam-es talán már kicsit jobban karba van tartva. Nekem ez a világ még üresnek tűnt, oké, és vannak itt Pokémonok, be lehet fogni ezt-azt, meg építeni ilyen-olyan házakat, fegyvereket, minden, de nekem ez még annyira nem kiforrott, hogy itt ezt tovább folytassam, úgyhogy ezt én abban is hagytam egy, nem tudom, 6 óra után. Igen, amúgy mondasz ebben valamit, vagy te mondasz valamit, egy picikét talán tényleg üres úgymond a világ, de ettől függetlenül nem tudom, tehát engem megfogott, én azt kell, hogy mondjam, én nekem tetszett ez a game, viszont azért bőven vannak még hiányosságai a játéknak. Nagyon-nagyon sokszor van az, hogy bevagoltak mondjuk a Pokémonok, hogyha ugye van egy bázisod, és akkor mondjuk ahogy fejlődik a bázisod, ez a nem is tudom, van egy ilyen központi valami, ahol ezeket a pallokat tudod kezelni, uh-huh. És akkor ugye a bázis, mit tudom én, először csak 2-3 Pokémon tudsz kitenni, és akkor ahogy nő a bázisod szintje, vagy a tiéd, ugye, és akkor úgy egyre több Pokémon tudsz a bázisodra adni. Na, lehet 5 egyszerre, illetve ebbe a kis nem tudom, izébe el tudod tárolni őket. Tehát nem is tudom hány 100 Pokémont be tudsz tenni, nálad 5 lehet egyszerre, illetve a bázisra nagy fejlődik, úgy mit tudom, 7, 8, 9, 10, nem tudom mi lehet a maximum, azok jönnek ki. Mert ugye itt ezek a pallok nem azért vannak csak, hogy ugye harcoljanak, hanem ők látják el a bázisodat. Hopp, és tuka, hallottad? Minyonok. És ők látják el a bázist. Tehát ugye van olyan, minden Pokémon, mindig azt akarok mondani, de úgyis azt fogok, szóval nem is érzelek. Tehát ezek Pokémonok. Igen. Tehát minden Pokémonnak különböző tulajdonsága van. Tehát ugye valamelyik ugye tüzes pokén egyértelmű az ugye adja is magát, meg a víz, meg ezek, de ugye valamelyik mondjuk tud ültetni, mert hogy ugye azt is kell, ugye úgymond növényeket lehet ugye ültetni, illetve bogyókat, azon ők szépen el is élnek ezzel, nincs gond, úgyhogy önállátóak. De viszont a crafting asztalhoz is van olyan, amelyik mondjuk tud craftolni, valamelyik bányászik, valamelyik fát vág, valamelyik összeszedi az elszórt cuccokat, beteszi a ládába. Ezzel mondjuk vannak problémák, mert össze-vissza rakják állandóan. Hiába van egy adott ládába a fa. Néha azt nézem, hogy abban is van, a másikban is van 2. Azért mondom, hát ez nem létezik. Ezt még nagyon gyűlölöm egyébként, hogyha nem egybe rakosgatják. Meg sokszor van, hogyha ugye belédelnek néha más Pokémonok, illetve vannak emberek is benne. És hogyha körbeveszed magad, igen, körbeveszed magad fallal, valahogy kivagol állandóan 1-2-3-4 Pokémon a falon kívül, és akkor, hogyha mondjuk nem lész be napon keresztül, akkor ott stresszes lesz, mert nem bír enni, nem bír aludni, mert hogy az is kell, jacuzzit kell nekik csinálni, meg ilyenek. Tehát ezeket nem bírja használni, mert kivagol, de már vissza nem tud. Hát nyitva kell hagyni az ajtót, és akkor vissza tudnak jönni. De hát ha nyitva hagyom az ajtót, akkor a rédelő ellenség is be tud jönni, akkor nincs haszna a falnak. Tehát, hogy vannak ilyen hiányosságai, de szerintem egy jól eltalált kis játék. Ugye nem tudom, azt hallottátok-e, hogy a Pokémon Company ugye nagyon isztízik is ezért, hát az a Nintendohoz tartozik, az mindig is egy ilyen érdekes cég volt. Hogy valami jogi... Valami jogi pert is előtérbe helyeztek. Még egyelőre nincsen, de hogy ugye nagyon hasonlítanak ezek a pallok ugye az ők Pokémonjaira, meg ugyanaz elven működik, sőt egy-két Pokémon talán még ugyanúgy is néz ki, csak a nevük más. Amit én annyira nem tudok, mert annyira nem vagyok benne ebbe a Pokémon dologba. A fő címzenét nagyon szeretem, de maga a filmet vagy a sorozatot talán a Netflixen volt, azt hiszem, váratlótozás, most nem a Hobbitra gondolok. Olyan is, ja igen, a sorozat, azt megnéztük a Netflixen a gyerkőccel, volt ugye, én is azt vettem észre magamba, vagy magamon, hogy a gyerek már ott, én megnézem tovább a Pokémont, és már vagy öt rész előre megnéztem, érted? Tehát az tényleg nem volt rossz, nincs nekem ezzel bajom, viszont én azt az egyet nem értem visszatérve erre a
erre a jogi vitára, ami nem tudom, hogy mennyire van így a izék közül, hogy a Nintendónak vagy akik, hogy nem jutott eszükbe, hogy egy ilyen játékot csináljanak ők. Tehát és sokan írják, hogy így van, tönkre is kell tenni, jó, ez így nem lehet, mert a Pokémon meg ilyenek. Hát akkor bazd meg, ott a Nintendo, hisztizzetek nála, hogy csináljon ő is egy ilyen játékot. Ez nem pont azért lesz szerintem jó, hogy nézd már, most egy idegen játékfejlesztő cég csinált egy ilyen gémet, nekünk meg ott van a joga a Pokémonokhoz, meg mit tudom én minden, akkor csináljunk már mi is egyet, és akkor csináljunk egy sokkal jobbat, hogy porigalázzuk ezeket. És akkor ne perrel fenyegetőzzünk, hogy majd nem tudod meg ilyenek, hát az a legkönnyebb. Még a Nintendo szerintem mindig is egy ilyen. Erről nem hallottam erről a peres dologról. Na, volt egy ilyen, ez a Pokémon Company, vagy nem is tudom, akinek a kezében vannak a jogok, ugye a Pokémonhoz. Ugye az a Nintendohoz tartozik, vagy a Nintendo égisz alatt, vagy a Nintendo tulajdonában, nem tudom pontosan én sem. De volt egy ilyen, hogy túl sok a hasonlóság ő szerintük. Mondjuk hát mindenki szerint, ez egyértelmű. Plusz ugye volt egy olyan mod, mert ugye modok vannak hozzá, ahol a pálokat kicserélték a Pokémonokra, a létezőkre. Állítólag 2-3 nap és nem elérhető a mod. Tehát a Nintendo egyből leszette. Tehát a Nintendo-t nem kell félteni, ha ő annyira nagyon bassza a csőrét, akkor az lehet, hogy oda a játék, vagy nem tudom. De ami külön tetszik egyébként, itt közben megy egy kis videó is még itt ugye alatt találja, hogy fel vannak fegyverek. Tehát mondjuk a Pokémonnak fel egy kis zöld majom, míg gépfegyvert lehet adni a kezébe. Hát, előre fejedre. Meg ilyenek, és plusz mondjuk a... Aztán kezd nagyon szürreális lenni. Igen, plusz mondjuk befogsz egy ilyen tüzes ilyen róka, nem tudom mi a neve, azt úgy mond a hónról elkapod, és akkor egy lángszóró lesz, úgymond. Mert fújja ugye a izé. Tehát érdekes, így lehet, hogy hülye hangzik, de amúgy ötletes. Tehát ugye tudsz mountolni, úgymond meg kell tanulni, a fejlesztés az abszolút ark. Ott volt ez, hogy szedtél pontot, és akkor fel volt sorolva egy nagy táblázatba, hogy ez 2 pontba kerül, az 4 pontba, és akkor úgy tudtad elosztani a szintenként kapott pontodat. Ez így az egyben az arkból van ollózva. Illetve ez a röppenés itt is ugyanúgy, mint az Enshrouded-be, ezzel a griddel, meg azt mondják többen is, hogy az meg a Zeldából van összeollózva. Úgyhogy ha azt nézzük, ez is összevágott innen-onnan játékokat, de szerintem az, hogy vér a pucáikba, hogy ezt azért kiadják, mert szerintem ők is tisztában voltak ezzel, hogy itt lesz nem problémák. Hát igen, hogy... Tehát ez egyezékben Pokémon, tehát ez tagadhatatlan, így van. De viszont... Nem tudom, tehát hogy nekik teszük be ez, nem annak, akinél a jogdíj van a Pokémon iránt, hogy egy ilyen gémet csináljon, nem tudom. Mert a Pokémonra exkluzivitásuk van, és abból a mai napig jön a pénz, és amíg dől a pénz, addig nincsenek remotiválva, hogy javítsanak rajta. Hát igen, igen, igen. És akkor pont ezért jó, nem? Hogy most lett egy ilyen játék. Tehát ezért nem az kellene az elvakult rajongóknak is, hogy már pedig igen, töröljék ezt a projektet, meg ne lehessen, mert csak a Pokémon meg ilyenek. Hát pont ez a jó, nem? Akkor így versenyre készteti a másik céget, úgymond a Nintendo-t, hogy hát nézd már, igen, ezek igen, ilyet igen. Csináltak. Majd mi csinálunk egy jobbat, megmutatjuk ezt, hogy kell. Hát hajrá, akkor mutassátok meg. És ugye ugyanez most kicsit el is kanyarodnék, de például a videokártyánál is, nem? Vagy a processzornál, vagy akárminél. Tehát most ugye az Nvidia abszolút nyerekben van, én most is azt mondom. Bár lehet, hogy... Nem ég a többség. Na, el is tűntél, jó van akkor? Na. Tőlem. Az AMD is el is ment innen. Tehát meg mesélt, hogy gyere vissza. Jó van, Schaller is mesélt tőle. Oké, megy mindenki a levesbe. Mindenki eltűnt. Azon, hogy a collabcam se lát titeket, most újra kecsatlak. Épp azt akartam mondani, nincs collabcam, tehát nem tudom show on stream. Megint megdöglött? Nagyon igen, jó. Igen, meg, mindenki eltűnt. Megint nincs streamlapse, igen. Flatpak, szóhattál volna előre, hogy az AMD szponzorálja a műsort, mert akkor nem megyünk bele ebbe a témába. Egyébként a streamlapse-ot megjelent, jó. A probléma az nem ott van. Pont mutatni akartam rá, tudod, hogy van aki AMD, és puff, el is tűnt abban a pillanatban. Na, nem van. Én Nvidia párti vagyok, ugye, meg a Schaller is, de pont... Én minőségpárti vagyok igazából, nem az, hogy Nvidia, csak egyszerűen... Hát jobb. Ha az AMD kihoz egy olyan kártyát, ami tényleg mindenbe üti az Nvidia-t, hát akkor azt, vagy legalább ugyanazt tudja produkálni, mint az Nvidia, és... szoftveresen is ugyanúgy van támogatva. Így van, ez nagyon most, hogy fontos. Ha most így a streamelésről benne vagyunk. Például az a Nvidia Broadcast, jönnék, hova? Újra kell csatlakoznunk? Szerintem igen. Bocsánat, srácok, működik? De hát ez szopat. Miket ez a... Ez a beta verziója a collabcamnek, még mindig. Nekem streamlatfón már megint ugyanaz, ami volt. Nekem nem jó, tudom. Jó, akkor küldök elvileg. Egy új linket. De jó. De nekem megy.
Igen. Nem megy. De nem connected, hoz flatnek, csak nem látom a képét. Na, akkor újra. Akkor amíg így jöttök, addig Schaller, téged kérdezek itt szellemképben, hogy te mivel tolta a januárban stream keretén belül? Na, Szivard már látom, Szivard már megjött. Igen, megvagy. Legalábbis a képed még nincs, a képetek még nincs meg. Schaller is mindjárt. Igen, flatpack megvan. Hát most flatpack átült a jobb oldalra, de miért? Honfoglaló vagy, helyfoglaló. Gyors, még nem voltatok itt, átültem a másik oldalra. Átszaladta, akkor ez volt. Schaller, nincs meg a kameraképetek, viszont... Tehát nagy feketeség van, nincs. Én nem látlak még téged. Ja, és el vagyok csatlakozva a hostra, csak nincs meg a kamerakép. Az érdekes. Nincs kamerakép. Hát hiába show van stream, de nincs mit mutatni a streambe, az a baj. Hát nem tudom, akkor mi lehet a probléma. Szivar itt van. Igen, már nálam vagyis, ugye gyorsan ki is ugye raktalak oda. Igaz, hogy átültél jobb oldalra, de... Na szóval visszatérve erre a videókártya, azért közben beszéljünk is még. Nem vagytok meg. Szóval én, és ugye sokan mondják ezt, mert hogy az Nvidia-nak ugye vannak ezek a DLSS meg ezek, hogy anélkül, mert hogy a nyers erő meg ilyen. Hát bazd meg. De hülyeség, hát ez nem az a lényeg, hogy mit tud nyers erővel kártya, hanem gyakorlatban hogy fogod használni. De nem is az, hát és fogyasztásban is azért az van ebből különbség, hogy ott a nyers erő van, nem? Meg, hát na. Meg most, amit elkezdtem a streamerésről, hogy például az Nvidia Broadcast kit segédprogramkal, amit az Nvidia végig is ingyenesen biztosít. Igen. Csak Nvidia kártyákkal működik. Ehhez még hasonló sincs az AMD-nek, tehát semmi ilyen, tehát AMD kártyával ezt nem lehet megcsinálni, mert nincs olyan program, ami ezzel működne. Ami meg van, az nem tud annyit, mint a Broadcast, nem olyan minőségben, és ráadásul fizetős. Meg az AV1 kodek, ugye erről erre gondoltam, hogy szoftveresen is tudja ugyanezt produkálni. Tehát onnantól kezdve az AMD kihoz, most mondok valamit, egy új kártyát, mit tudom, most a 7000 széria van nyerekben, mondjuk a 9682-es AMD kártya. De szépen ugyan... megfogalmazod. Hát csak mondtam valamit. Ugyanazt a teljesítményt, mint a vele egy szinten levő Nvidia, vagy közel ugyanazt a teljesítményt, sokkal olcsóbban, és szoftveresen is tudja azt a támogatást, én fogok először váltani. Tehát nem vagyok a saját zsebem ellensége, de egyszerűen minőségileg és támogatottságban az Nvidia-t egyelőre nem érte utol az AMD-st, és nincs is rá jel, hogy ezt közeljövőben megcsinálja. És hogyha azt nézed... Talán a következő generációnál, de azt sem hiszem, mert az 5000-es szériáról már vannak szivárgások, és hát az nagyon brutális lesz, ha minden igaz. Most pontom, most amely lehet eltolják 25-ig. De most ha azt nézed egyébként, hogy az Nvidia is, tehát ugye az egy drágább VGA volt mindig, tehát talán az AMD nagyon... Szerintem azért jóval olcsóbb volt, vagy talán még hát most is. Hát neki, mert a szar helyzet. De nem is az, hanem hogy most bejöttek ez a szuper példa. 90-valahány százaléka a Steam játékosoknak Nvidia kártyás. Tehát az AMD-nek nagyon pici a piacirés, és muszáj neki olcsóbbnak lenni, pláne, hogy nem is tud annyit a kártyája, hát ha még drága is lenne. Hát még annyian se vennék meg. Igen, és most pont erre a 40-70 Ti szuperre akarok mondjuk kitérni, hogy nagyon baráti ára van. Oké, lehet, hogy sokakat elriaszt még mindig ez a 360-70 000 forint, de azért szerintem az egy jó választás. Még a 40-80 nem tudom mennyibe kerül, de hát ugye mikor a Covid hát miatt oké volt egy... ez a... Hát az 6-700 biztos van 20 már. 20 000-rel több ha? Körülbelül, vagy 30 000-rel több. Igen? Hát akkor még az sem annyira vészes. De ez a 40-70 Ti, ez a szuper. Ugye pont ugye a Tomi linkelte, ugye volt egy ilyen hirdetés feltéve. Igen. Azon ment így a... cseten itt neki nem is tudom, hogy a vita, csak hogy ugye éppen arról beszélgettünk, és ott például 330 ezer forinté volt fent az a kártya. Ami oké, tudom azt, hogy fú, rengeteg pénz, ez így igaz, tehát nem kevés pénz, na de hogy ahhoz képest, amilyen árak voltak annó itt az Nvidia-nak, ugye másfél millió, 1 millió 2 meg amik ugye voltak, csak ha már azt nézem, ami nekem is van, ugye az is valamelyest ugye kicsikével drágábban indult, és ugye az teljesítményben persze, meg valamivel visszamarad. Nekem ugye nem éri megváltani a Ti-ról szuperre, mert nincs akkora különbség, hogy megérje. Ja. De most megint adja ki ért a 300 000 forintot, tehát nem éri meg egyszerűen. De aki tervezi, nem tudom, váltást, én most is csak ajánlani tudom. Szerintem egy nagyon jó kis kártya, főleg ez a DLSS 3, ez a Frame Generation, hát ez brutál. Az sokat ad, igen. Ez a szó szerint megduplázza az FPS-t, és
nem látott azt sem. Már úgy mondom neked, hogy fogyasztásban sem veszed észre, hogy sokkal többet fogyasztanak a kártya, illetve látványban sem veszed észre akkora visszaesést, mint mondjuk az AMD-nek van az a FSR, vagy micsoda, azt szerintem katasztrófa is. A három már lehet, hogy jó lesz, vagy jó, nem tudom, de közben Schaller, akkor te már nem térsz vissza, vagy most akkor mi lesz most így? Na megvagy, előkerültél. Most jöttél, igen. Meglettetek. Hát újra kell tinnítanom ezért is. A szín, jó, a hát most helyet cseréltetek. Na, most helyet cseréltetek, maradt már. Hát a ablakot hozzá kell igazítani, szivar. Nekem is megcserélődött, úgyhogy meg kellett cserélnem az ablakot, hogy melyikbe mutatom. Hát most fő a változatosság. Iskolában is mindig volt ülésen módosítás, nem? Az iskolában sem ültél mindig egy helyen, úgyhogy ott is mindig átültél máshová. Na, akkor gyorsan még Schaller, te is mondd, hogy mivel toltad most januárban streamen, illetve streamen kívül, ugye gondolom ment tovább a SnowRunner meg a Mória, de már Pandorát tőle nem láttam. Igen, egy ideje nem, mert ugye a Móriára ráálltunk nagyon, és hát időben meg de most nagyon nem nincs időm semmire, abszolút nincs. Tehát streamen kívül én nem is nagyon tudok szinte semmit csinálni. Ami januárban volt streamen kívül időm, ott Móriába farmolgattam, mert megépítkeztem, mert azt én élvezem, viszont kívülről nézve szerintem unalmas, hogy órákon keresztül gondolkozok, hogy mit hova tegyek meg ezt lebontom, visszabontom, újraépítem, nem jó, nem passzol el, tehát ezzel én el tudok szöszörni órákat, én imádom ezt, csak ezt kívülről nézve nem biztos, hogy izgalmas, úgyhogy ilyeneket csináltam max streamen kívül, amikor nem volt stream, de amúgy már nagyon nincs időm semmi másra, tehát amit streamben nem láttatok, én azzal nem is játszottam kb. Akkor úgy nem is tudsz most kiemelni úgy játékot. Hát a Mória volt, ami lement, ugye megnyomtuk a sárkányt, tehát a main story fő ellenfele megvan, de még vissza, tehát még egy csomó minden most lett unlockolva ezzel, hogy még én vissza fogok menni, és majd megnézem, hogy mit lehet még kihozni belőle, építkezés meg ilyen szempontjából, és azt mondtam színbe is, hogy ha lesz még valami látványos dolog, amit összetok benne hozni, azt majd még megmutatom. Azt akartam kérdezni, hogy esetleg stream ebből válható, vagy valami videó nálad, vagy valami már Móriából. Igen, hogyha... Egyrészt, ha találok még benne valami tartalmat, illetve hogyha fölépül valami látványosabb dolog, akkor ezt meg fogom mutatni. Illetőleg amúgy vége lett a játéknak, ott voltak utalások benne, hogy elképzelhető, hogy én legalábbis sejtem, hogy terveztek hozzá DLC kiegészítőket. Valami ilyen, azt gondoltam, és akartam is mondani. Valószínűsíten, nem tudom, hogy mikorra, meg hogyan, de szinte biztos vagyok benne, hogy lesz. Akkor biztos, hogy vissza fogok rátérni, azt tuti biztos. És mivel hogy a Mória most kifutott sztori szinten legalábbis, az avatárt még be akarom fejezni sztori szinten, mindenképpen az vissza fog kerülni műsorra. Illetve hát a SnowRunner volt, ugye ott megint egy kicsit meg kellett szaladnunk, mert Tennessee-vel elcsúsztunk, hát ott technikai problémák, minden volt, meg alapba a pálya is, tehát ott volt egy borzalmas stream, amit föl se töltöttem YouTube-ra, és lehet, hogy nem is fogom, na mindegy. És ott most besűrűsödött egy kicsit a dolog, mert be kellett fejeznünk a Tennessee-t ahhoz, hogy el tudjuk kezdeni az összes járművet, ki tudjam onnan vonni a csapatokat, és átcsoportosítani az új pályára, ami most jött ki szerdán. Úgyhogy most az volt, és az folyamatosan megy is. Illetve hát majd márciusban elvileg jön az új, az Expeditions, ami viszont solo lesz, single player. Azon még gondolkozom, mert nekem a SnowRunner is olyan de volt, hogy a single player lesz. Nekem, igen, az Expedition single lesz, abban nem lesz scope se. Ezt nem is néztem. Hát én azt hittem, az ilyen lesz, mint a SnowRunner. Nem, sajnos nem. Hát akkor azt le is veszik, aki van sem. De arra már akkor van a SnowRunner, ami ilyen múlt is. Viszont hát na jó, csak azért lehetett volna valami A SnowRunnerhez bejelentették hivatalosan is, ami várható volt, de most simán hivatalos is, hogy lesz negyedik szezon. Tehát még 4 kiegészítő lesz ebben az évben hozzá, illetőleg, hát ha nem is ebben az évben, de a következő szezon végéig, ami lehet, hogy megint átcsúszik majd jövő év elejére. Uh-huh. Úgyhogy még 4 új, hát nem map, hanem régió jön hozzá, meg új járművek, tehát van folytatása a sztorinak, nincs elengedve, attól, hogy befejeződött a harmadik ír. 3-nak már, ha jól láttam, akkor megvan a címe is, tehát ott is megint lesz valószínűleg talán a harmadik, az címéből ítélve ilyen mezőgazdasági dolog lesz hasonló, mint ami volt a Glades. A negyediknek még címe sincs, tehát az a legtávolabbi, az még el sincs döntve. Úgyhogy az várható. Igazából januárban, ez egy Móriával, SnowRunnerrel, ezek talán január elején még volt Avatar, tehát ezzel egy el is ment a január. Én talán egyre emlékszem. Most az Enshrouded-et kezdtük el. Azt most címen kívül lehet, hogy majd nekiállok építkezni.
meg lehet, hogy még holnap is, és ha jól megy minden, akkor holnap délután lehet, hogy már meg is mutatom, hogy mit sikerült összehozni, meg haladunk akkor tovább. Megpróbálom utolérni a többieket, mert ugye rohadtul le vagyok maradva szintbe, és az úgy nem teljesen jó, hogy olyan helyre kell mennem a 9-es szintemmel, ahova rohadtul nem vagyok felnőve. Igen, folytatom. Ütnek fekszel. Hogy, jó, jön az XP, persze, de mondtam is a streambe, hogy jó, jön az XP, üljétek tovább őket, én meg addig nézelődök. Körülbelül erről szól az egész, hogy én vagyok a turista, akit körbevezettek az idegenvezetők. Úgyhogy ez van most műsoron, illetőleg hát a mostani megjelenésekből ugye ez a Nightingale, ez érdekesnek tűnik, csak hát itt megint az, hogy akkor most mindenbe belekezdeni egyszerre. Igen. Ez az egy problémám vele. Nekem még ez az ízésem elvetendő dolog, bár ez még meggondolandó, ez a Suicide Squad, de ez is a kooperatív része miatt, hogy együtt lehet vele bózkodni. Mi volt? Meg a Helldivert, ez kimondottan érdekel engem. Erre kíváncsi leszek, hogy ez hogy működhet. A Skull and Bones az mondjuk az tényleg nagyon kérdőjeles. Ez a Helldriver is ugye, azt mondtuk, ugye multi, ez is, tehát három fős. Igen, van benne négy fős kóp. Van négy fős. Hát figyeljetek, hogy ha jön Xbox Pass-ben, akkor én nem vagyok ennek, hogy kipróbáljuk. Hát egyértelmű, igen. De egy magam nem fogom megvenni biztos. Ja, hát pénzt én sem fogok adni. Lehet, hogy nem rossz játék, én nem mondom, mert például az Outriders sem volt annyira rossz játék. De szerintem az is inkább hallottam. Többen jó. Hát ott is az volt, hogy többen játszunk. Lassan átlépünk a két órába, ami rekordírnek fog számítani nálunk. Ja, még megemlítenem gyorsan, mielőtt elnyomod az epilógust, hogy ami most fog még közeljövőben jönni, hogy nem február, hanem március, de már az is nagyon régóta csúszik, és halaszgatják már azt is, hogy már régóta, és az biztos, hogy elő fogom venni, vagy be fogom szerezni a Homeworld 3. Uh-huh. Ha az mond valamit, a Homeworld sorozat. Igen, hogyne, persze. Hát ez mondjuk jó lesz majd a következő témára. Annak is a remastered-je nemrég volt. Márciusi megjelenés, az nekem is húzó lesz anyagilag is. Már most látom. De erről majd a következő talkshow-ban beszélünk. Most azért hagyjuk már szóhoz jutni Flatpacket is, mert ő még nem mondta. Hát tudjátok, én nálam egy a Factorio, egy a Dyson. Most a New Cycle-t kezdtem el, mint új játék januárban. Erről is vannak videók. Nekem ez bejött, ez tetszik. Viszont ugye ez is még Early Access-ben van, hamar kipörgethető. Talán 14 óra alatt elértem az utolsó ciklust. Még egy-két dolgot kell fölépíteni, és ennyi. Talán még egy streamet nyomok belőle, amíg itthon vagyok. De tulajdonképpen ennyivel játszottam én is. Off-streamben a Cyberpunkot fejeztem be. Ja, azt láttam, Nomád... hogy nyomtad párszor. Ja. Igen, a Nomád kezdés, Nomád volt a csapáson, ahol nem is tudom. És hogy azzal fejeztem be a játékot. Én mindig azt mondom, hogy szerintem ez most egy teljesen más játék, ez most már abszolút megéri az árt, ez a Cyberpunk. Annyira jó lett minden szinte benne, hogy hihetetlen. Bugot abszolút nem találtam, vagy csak én nem vagyok erre fogékony. Úgyhogy szerintem ez most már teljes értékű játék lett, úgyhogy mindenkinek ajánlom. Mondjuk én azzal kapcsolatban megmondom, hogy annyi nem tudok úgymond hozzászólni, hogy én akkor nem vettem meg, illetve nem játszottam a játékkal, amikor megjelent. Nem tudom, mennyire volt az bugos, vagy mennyire volt szar, de hogy ugye nagyon lehúzták, tehát borzasztóan mondták. Én találkoztam az első fél órában is, vagy 20-szal. Az igen. És ugye most már, nem is tudom, 2.0? Hogy van 2.1, 2.1 van. Ugye, a Phantom Liberty-vel volt a 2.0, bocsánat, nem, a 2.0 volt a kiegelőtt, a DLC-t, és a Phantom Liberty-vel lett 2.1. És ugye mondták is, hogy most már nagyon-nagyon, tényleg nagyon jó. Már nagyon jó. Én is ugye előtte vettem meg, én a GOG-on vettem meg, valami féláron volt egyszer, azt hiszem, vagy volt hozzá kód, én most meg nem mondom, de... Igen, az alapjátékot már fél óron adták egy csomó helyen, és ez kulcsos oldalon biztos, hogy most is meg lehet fél ár körül szerezni, mert ugye a kiegészítő az, ami fulláras. Igen. Az nekem nincs meg, csak alapjáték. Mondjuk, meg gondolom, hogy szintén nem is olyan sokat játszottam. 10 forint körül volt, tehát jó, mondjuk, ha azt nézem, akkor egy Enstraded ára is azért annál kevesebbet lehet beletolni, de ez meg ugye kell, mert ez a DLC, ez nem úgy van, hogy a sztori után játszódik, hanem a main sztori közben is vannak benne elemek. Tehát ezt igazából tényleg úgy kell lekezdeni, hogy az elejéről és DLC-vel. Uh-huh. Mert ad a fő sztorihoz is rengeteget. Aha. Hát igen, ez is olyan játék, a Cyberpunk is, meg a Baldur's Gate 3 is, mint mondtam, hogy egyszerűen nem merek belevágni, mert annyira időrabló, hogy félek, hogy beleragadok, és akkor semmi más nincs, csak az. Úgyhogy szerintem a Cyberpunk annyira nem. Nem emlékszem, de ilyen 70-80 óra lehetett a teljes végigjátszás. Az igen, olyan hozzá, már hogy a...
És úgy, hogy ugye minden questet megcsináltam, igen, minden kerületben ezeket a runnerektől a questet elfogadtam és megcsináltam, amíg nem fejeztem be, azok az autós questek voltak a kapitánnál. De mindent más megcsináltam. 80 az nem kevés szerintem. Nem gondoltam, hogy ilyen ennyire tartalmas, úgymond. Ez most úgy meglepett, megmondom őszintén, hogy 70-80 óra. És az volt, amikor csak autókáztam, mert annyira jó benne motorozni az úton, meg autózni, meg sétálni az utcán, hogy az is volt legalább egy óra a 80-ból. Az tök jó. Úgyhogy szerintem az most már egy teljesen tökéletesen jó játék lett. Na, majd egyszer. Sikerül munkahelyet váltanom egy jobbra, akkor majd esetleg előszedem. A mostani a leginkább az a bajom, hogy idő megeszi az összes időmet hétközben. Ez szokásos ugye, hogy jól lenne, hogyha egy nap 48 órából állna. Igen. Vagy mondjuk egy nap csak mondjuk 4 órát kéne dolgozni, és 8 órás fizetésért, az lenne az igazi. Igen. Vállalkozónak kell lenni. Igen. Na, srácok, örülök, hogy ma is jöttetek ebbe a talkshowba. Szerintem nagyon jól elbeszéltük itt az időt, és sok mindent megtudtunk ezekről az érkező játékokról, meg illetve azokról, amiket játszottunk. Szerintem ugye még be tudjuk sűríteni ide a következő alkalmas retrót is. Én 18-án, amely egy vasárnapi nap, akkor fogom tartani a 12 órás streamemet. Úgyhogy mit szóltok a 17-éhez, mint a következő retroadás? Jó, nekem tökéletes, szerintem. Hát majd még az kiderül, még odébb van, de még jó, akkor jelöljük a 17-ét, ezt akkor így most mondjuk a nagyvilágnak is a következő retroadásra, hogy mit vonunk össze, azt majd megbeszéljük hármunk közül. Vagy van, szóval hármunk között. Mondjuk itt közben annyira bevágnék, hogy nekem itt itt makír, hogy Baldur's Gate 3 tény, hogy időrabló, de ha nincs is idő rá, akkor is minden időt megér. Ez érdekes. Tehát bámulatos az a játék, hogy össze van rakva. Igen, ez tényleg. Nem hiába lett a névjáték. Meg hallottam belőle az alapján, biztos, de pont ezért félek bele vágni, mert én annak idején a Baldur's Gate 1-et kijátszottam 3-szor, előről-hátulról, jó partival, gonosz partival és saját összerakott partival. Én azon kezdtem el igazából angolul tanulni, tehát én a Baldur's Gate-en többet tanultam angolul, mint annak idején a szakközépben, ahol 4 évig állítólag tanították, de hát egy kalapszart nem ért egyébként az egész. Hát én is a játékból tanultam, meg így van. Aztán az a Baldur's Gate 2, a Shadows of Sam, az Icewind Dale, a Neverwinter Nights, ezeket mind kitoltam, és imádtam, és szerettem, és minden, és hát csak most már Baldur's Gate 3 az kurva jól is néz ki, meg nagyon sok jót hallottam róla, és nyugdíjba félek bele. Menetelkor. Igen. A kockás pléd ott az ölembe, a kis kerekesszékben, kandaló előtt, és igen. Azt mondja, hey, lehet, akkor már milyen hologram, vagy milyen szemüveggel fogod végé, ott lesz, te lesz egyik karakter. Lehet. Ki tudja, mi lesz már akkor. Itza, hozzá kávét! Nem bérek rá kimenni. Jó lesz, igen. Szóval akkor még egyszer köszönöm ezek a srácok a részvételt. Ennyi volt a mai talkshow-nk ezekről a játékokról. A retro talkshow-t követően rájtatok el, hogy viszitek-e tovább ezt a havi kibeszélőt nélkülem. Ugye március, április, májusban, vagy megvártok vele, nyugodtan csinálhatjátok. De én akkor azokon már nem fogok részt venni sajnos. Legközelebb, amikor én részt tudok venni, az majd június közepe lesz körülbelül valahogy így. Ezt pontosan beszéltük a... meg, tudjuk, hogy csak sztrájkolsz. A tegnapi stream végén ugye én pont mondtam is, ugye ezt, hogy nem leszel, de mondtam, hogy én nem beszélek a nevedben. De ugye azt mondtad nekünk ugye már előtte is, hogy te nem veszed rossz néven azt, ami ketten is folytatnánk. És beszéltük Salerra, hogy ezt szeretnénk is. Nagyon helyes, jól van. Úgymond ugye folytatni, hogy úgymond még azért most kezdtünk belejönni, most ismerkednek a nézők is ezzel. Talán már azért a háttér is, meg úgy minden kezd összeállni. Hát azt mondjuk most, hogy... Igen, a kollabkem az nem, ez a kollabkem, ez hülye, ez most erről meg nem tehetünk, tehát ez most már azért nem a mi hibánk. Nem azt mondom, hogy minden tökéletes, de azért szerintem lényeges javulás is lett. Azért még szoknunk kell nekünk is ezt, hogy úgymond nem játszunk, csak beszélünk. Én úgy gondolom, tehát ez egy teljesen más, mint mikor játszol egy játékkal, és akkor ott elkezdesz beszélgetni, mint itt. Azért itt valamelyes jobban fel is kell ugye készülni, meg stb. De azért mondom, mindenképpen szeretnénk ezt folytatni, én ezt pont tegnap jeleztem is.
hogy ezt mi folytatnánk ketten. Aztán meglátjuk, éppen azt is felvetettük témának, hogy esetlegesen valaki, ha úgy van kedve, érez affinitást. Vendég szerepelhet, persze. Akkor egy vendég, így van, így van, egy streamer elég esetlegesen bejönni, ő is elmondaná a véleményét, és akkor... Amire viszonylag már nem is lesz helyem itt. Hát az lehet majd, főleg, hogyha így eltűnsz itt néha. Indokolatlan távol lét, meg ilyenek, hát ez hogy? De nem. Hát meglátjuk ez, hogy megy majd ketten. Igen, van még ebben a stúdióban hely, még két ember elfér. Ennyi. Meg és a kollabkemnek nincs, van határ így, hogyha a 10 fő. Nem az ilyen. Hó, fő határ. Hát akkor. Most fentre is ülhet valaki arra a körre. Nem, azt 5 volt. Hát akkor is még fél 2. Akkor is fél még 2. Most még egy közénkbe ül, vagy fentre arra a kör alakú valami, ott a lámpák közé is feldobhat. Helye lefelé, így van. Például. Ha már szó volt a Batmanről, mi? Igen. Jó, srácok, köszönöm szépen még egyszer a figyelmeteket, akkor még utolsó szó, tényleg utolsó. Mit csináltok jövő héten? Kinek milyen stream lesz jövő héten? Hát, az első ez időben most megfogtál. Borondon marad. Igen, azt szerintem még egy pár stream elejéig mindenképpen. Hát. Amikor ez az avatárt, hogyha be tudom zsúvasztani valóval, akkor azt a sztorit vinném tovább, ha nem is jön senki, uh-huh. Akkor legfeljebb egyedül. És hát a SnowRunner ugye, ami hetente egyszer vasárnaponként az már hagyomány lett. Ami hétközben van belőle, az meg akkor van, mint most, hogy be kellett fejezni egy pályát időre. Uh-huh. Hát nekem is ez az Enshrouded. Azt mondom, hogy ez talán. Hát még a Trine-t gondolkoztam, még jól ne befejezni, azt elkezdtem ugye lassan már egy hónapja, azóta se játszottam vele, de most lehet, hogy befejezném. Friss elmével fogsz neki látni az új puzzle-öknek, úgyhogy azért fog sikerülni. Igen, nem azt sem tudom, mi volt eddig, vagy hogy mit kell, de oké. Azt lehet talán, bár én nálam azért nincsen ennyire rendszeresen stream, meg nem is lesz az, hogy így ugye menetrend, meg ilyenek. Igyekszem, vannak azért ugye az embernek, főleg az idővel vannak probléma, a Csaller is mondja, tehát a legnagyobb probléma ugye ezzel van. De azért igyekszem én is. Ez a beszélgetés, szerintem ez mindenképpen fog maradni. Ez mondjuk nem a jövő héten, de Enshrouded maradjunk annyiban, meg a Trine azt tudja, hogy lesz. A kettő, na, ez biztos. Jó, szuper. Azt szerintem elmondhatom mind a három nevéből, hogy ugye ez az adás visszanézhető a saját YouTube csatornáinkon. Igen. Így van. Mondjuk csak ezt potálás lesz, mert a felvételt szokásomhoz hívni. Megint elfelejtettem elindítani. Akkor már letöltött Twitchről? Így van, úgyhogy ez marad megint. Itt az utolsó 4 nálam meg nem lesz belőle 4K, mert a Streamlabs-e nem tudok 4K-ba rögzíteni egyelőre, úgyhogy ennyi a... Hát igen, akkor találni kell valami megoldást, hogy OBS-be is lehessen felvenni. Hát kell az OBS alatt működő ilyen collabcamhez hasonló valami. Ami működik. Valamilyen külső widgetet fogunk szerezni. Na, még egyszer köszönöm, srácok, a figyelmet mindenkinek itt a csatornámon is, illetve a Szivar és Sale csatornáján is. További szép éjszakát kívánok nektek, és találkozzunk legközelebb valamelyik streamen. Sziasztok, jó hét, hello. Sziasztok. Sziasztok mindenhol, szia. Jó éjszakát.